Bólogató szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rap Terápia, ez FM 92.4 Maxi Rádióban, a Rap Terapeuta ezúttal is Bíró Dávid, és a ma esti vendégeim a Pacek formáció, vagyis B.J. Pitta és Ego a stúdióban. Ciao, sziasztok! Hello, hello! Sziasztok! Yeah! Aki szeretne esetleg kérdést intézni a srácok felé, jöhet SMS és Viber üzenet a 0635-29-0755-ös számra, illetve a Facebookon is írhattok, az pedig a facebook.com/rapterapia gyöngyös oldalon keresztül jöhetnek a kérdések, és ha már arra jártok, egy lájkot mindenféleképpen küldjetek. Ha szeretnétek minket élőben nézni, akkor pattanjatok fel a maxiradio.hu-ra, és a kamera linkre klikkelve élőben nézhettek, és minket egy integetés nyomunk, mindenki nyom. Hát ez kicsit kérleni kellett a srácokat, de azért nyomtak ők is. És ha a maxiradio.hu-n vagytok, akkor mindenféleképpen töltsétek le az október 15-én megjelent Rap Terápia LP-t, az első Rap Terápia válogatás lemezt, ami azért helyet is kaptatok, mint földszint formáció. Mikor megkerestek titeket ezzel a dologgal, hogy lesz egy ilyen lemez, és ez az ötlet kipattant a fejemből, akkor azonnal azt mondtátok, hogy igen, szeretnétek rajta részt venni? Persze. Ez miért ilyen egyértelmű? Mert ez is egy lehetőség. Egyrészt lehetőség, másrészt úgy vélem, ez kölcsönös szimpátián is alapul, mivel te megkerestél minket, ez egy szimpatikus gesztus, meg nyilván egy profi valami, azért ezt le lehetett követni, úgyhogy mindenképpen örültünk a megkeresésnek, és örömet tettünk eleget. Ezúton is köszönjük. Így van, Dinéroval csináltátok még ezt a tracket erre a lemezre. Mind a hárman végig hallgattátok az teljes albumot egyébként? Én igen. Én is végig, de... Én nem teljesen. Na jó, akkor azért nagyjából ismeritek. Melyik a kedvenc nóta, ami első eszedbe jut volt? Van a, nem is tudom mi az előadó neve, talán földszint. Tőlük van a minden más Dinéro közreműködésével. Aha, igen, jó. Nekem a Satius dal a kedvencem, és innen is ölelném a srácokat. Igen? Na, amúgy nekem is bejön a Satius dal, nagyon. Na, tök jó. Ego? Egyértelműen földszint. Földszint, jó, oké, rendben van. A lemez úgy néz ki, hogy dalok, skitek. Egy B-skit lett kivágva az előző adásban, amikor itt voltak a műsor vendégei. Mennyire vagytok megelégedve ezzel? Mármint azzal, hogy ő lett kivágva? Nem, azzal amit ő mondott. Igazából én azt nem hallgattam meg. Én nagyon jól nevettem rajta, szóval... Szerintem még mindig így van amúgy. Akkor tartod ezt az állást. Persze. Tehát csak azért is dislike-ot nyomnak. Szemétláda. Igen, lényegében amúgy a lehető legjobbkor jött ez a skit történetekhez, de erről majd nyilván később szó fog esni. Mindenképpen. Összességében a válogatás lemezekről beszélünk. Mennyire jó kezdeményezések ezek? Miért van ilyen kevés ezekből szerintetek? Lényegében szerintem azért, mert már kicsit széthúzott annyira ez a közeg, hogy nehéz összerakni. Szóval mindenkinek van valami baja, így az előbb is talán te észrevettél egy kis iróniát az ölelésembe. Nyilván ezt is mindenki tudja, ők is, én is, te is, hogy miről van szó. Nehéz már olyat összerakni, mindenki tartozik valahova, aki meg nem, az nem kerül rá egy jellemezre általában, úgyhogy nem olyan egyszerű szerintem összehozni, illetve maga a CD mint olyan eléggé kevesen hallgatják már meg így ebbe a formájába. Szerintem ő mint laikus. A visszajelzések milyenek voltak ehhez a dalhoz? Hát az a baj, hogy amikor ez kikerült, akkor pont történt velünk egy kis dolog, és nem kapott akkora figyelmet. Tehát háttérbe szorult a dolog miatt. Jó, na beszéljünk arról, hogy hogyan lett a földcímből Pacek. Hát igazából ez is egy ilyen téves állítás, tehát hogy nem lett a földcímből Pacek, hanem a földcint az egy mostanáig is működő formáció, és lesz is. Ezt ugye Pittával ketten kezdtük, és ugye én az Egóval csináltam egy ilyen csapatot, még mielőtt beléptünk az RTM-be, és az RTM belépés előtt jött egy ilyen, hogy mi lenne, ha oda csinálnánk egy ilyen hármas csapatot. Csak ne csinálja oda se. Jó, tehát igazából volt a földszín, meg a Lefrére. Tök mindegy. Tehát igen, igazából ilyen magyaros francia. Igen, hát kicsit. Magyarul mondtuk ezt, hogy Lefrére, de amúgy nyilván nem így kell ejteni, csak így magyarul hangzatosabb. Ez egy kimondhatatlanul jó névválasztás volt szerintem. Igen. De egyébként ez a hármas, ez a csapat egyébként így az utcán, tehát a zenélésen kívül is összejártatok gyakran. Igen. Mi az elég jó. Esnek azért furcsa volt így összeállni, de aztán így mindenkinek a saját stílusát így megismerve,
azért így már sokkal jobban így kijöttünk egy másra. Hát főleg emberileg volt furcsa az Egónak bekerülni ebbe a ebbe a flashbe. Mert előtte is rengeteget. Igen, csak ugye ő nem találkozott még úgy velünk, hogy én meg a Pitta mondjuk rászabadulunk szegélyre, ahogy itt az előbb is hallottad, és ledaráljuk folyton a szegélyt. De kellett is, mert azért rengeteg löketet adott, sokat fejlődtem. Te azért jóval fiatalabb vagy a srácoknál. Hát igen, igen. De mennyi az év? 8 és 5. Hú, hát igen. Azt igen. Inkább nem mondjuk meg, hogy melyik a nyolc és nem egyértelmű ránézésre is. Volt ilyen beavatási szertartás egyébként? Igen. Volt. Nagyon kemény volt, igen, de erről hallgatnánk. Igen. Ez a szobámba marad. Ha rosszul napvilágot lát majd az a videó. Igen, ahogy beavat. Nagyon meleg. Jó, és amellett, hogy elindult a pacák, marad a földszint, és a szóló projektek is futnak tovább egyébként? Természetesen. Azt viszont kifejteném, hogy alapvetően a föld szint az egy rétegebb dolog, tehát sokkal mélyebb tartalom és szövegvilág, a pacek meg fogalmazunk úgy, hogy mainstreamebb. Uh-huh. Tavaly, mikor itt voltatok, akkor mondtátok, hogy a 80-90%-on van a kajak jó lemez a földszintől. Így van. Az a 10% azóta nem készült el, vagy már más tervek vannak, vagy mi a helyzet? Ebből sok dal beletépítve a pacekba, és azóta a földszintet is átfogalmaztuk, mint projekt. Hogyha meg kéne határozni, hogy mi a különbség a pacek és a földszint között? Akkor ez hogyan tudnátok? Ego. Egy egóval többek vagytok, vagy egy egóval kevesebb? Egy egóval vagyunk. Ez a legkedvesebb, amit tudtam. Én hozom benne a fiatalos arcot, fogalmazzunk ki. Igen, ő azért van, mert kellett egy arc. Nem, ez a fiatalos rap. Egyébként, hogyha stílusilag nézlek titeket, akkor egészen más stílusú rappet nyomtok, tehát flowban mondom ezt. Nyilván szövegvilágotok az nagyon hasonló, de flowban egész más, mint a hármatok stílusa. Ez mennyire nehéz egyébként egybegyúrni egy csapatba? Szerintem ezt nem kell egybegyúrni. Tehát én személy szerint én mindig azt gondolom, hogy ő szövegileg a csapatot, mind a kettőt mondjuk a Pitta viszi. De ez megint csak a személyes véleményem, hogy én meg úgy gondolom, hogy én meg flowban vagyok megint változékonyabb, vagy erősebb talán. Az Egó meg ugye, neki meg van egy ilyen külön kis nyersége, ugye, mert még nem annyira tapasztalt, nincs még egy ilyen kialakult valami stílusa, és ezért neki ilyen csiszolatlan gyémántos. Tehát nem lehet hova tenni egyelőre, de amúgy jó hangzik nagyon. Meg kell védeni amúgy, hogy iszonyatosan sokat fejlődött, amióta velünk van. Igen. Úgyhogy... Hát fél év alatt annyit fejlődött, mint más 3 év alatt 2. Uh-huh, uh-huh. De ez minek köszönhető, egy kis mentorálás a részetekről, vagy sok gyakorlás? Ilyen kis apáskodás, mind a kettőjük részéről. Hát meg ugye nekünk már 12 év tapasztalat van, azért segítség, két ennyi tapasztalattal rendelkező embernek a dirigálása azért felhúzza az embert. Meg ugye ez mindig úgy megy szerintem egy csapatban, hogy hallja mondjuk, hogy én mit rappeltem, hallja, hogy a BJ mit rappelt, és mindenképpen addig fogja csinálni, amíg nem hozza azt a szintet, mert nem akar ő lenni a zenéből az, aki esetleg gyengébb le van maradva ezt megkapni, úgyhogy ezzel folyamatosan húzzuk egymást is már nagyon régóta, hogyha... Hát meg felénk nagyon sokat kell bizonyítania. Uh-huh, uh-huh. Így van. Jó, megjött gyorsan az első kérdésre, muszáj válaszolnom. Az előbbi rap szám előadóját is címet meg lehetne mondani? Persze, ez egy fura Csé és Bérle közös dal a Csina dalatta, ez a Rap Terápia LP-n van rajta, ugorj fel a maxiradio.hu és szedd le az egész lemezt. Megéri mindenképpen, már csak az is, mert a földszintes srácok is rajta vannak Dinéro közreműködésével. Jöhetnek egyébként a kérdések folyamatosan, SMS és Viber számukra 0635 29 07 55-ös. Jó, azt lehet mondani egyébként, hogy a pacek azért állt össze, mert az RTM megkeresett titeket, hogy hogyan történt egyáltalán a belépés? Hát én 2014 májusában ismertem meg ugye Zsoltit, és ő onnantól kezdve már ment a közös munka, és most pontos, nem tudok, hogy mikor volt erről először szó, de egy párszor előtte, még mielőtt beléptünk, volt szó erről, és én ugye felvetettem neki, hogy van a Pitta meg az Egó. És összeültünk, beszélgettünk, számot vetettünk, hogy mi hogy legyen, aztán így jött. Lényegében, ahogy én emlékszek rá, ez úgy történt amúgy, hogy a BJ mind a két csapatát szerette volna vinni, a földszintet is, meg a Lefré, kimondhatatlan jó csapat neve. Ez viszont ugye a Zsoltinak nyilván nem tetszett olyan hát szempontból, nem lehet, hogy nem lehet a figyelmet elsőre így megosztani, hogy mindjárt hoz 4 csapatot, meg 6 hegedűst, és akkor jöttem az RTM-be, és akkor végül is ez lett belőle, hogy össze kellett. Illetve mi döntésünk volt, mert maradhattunk volna 2 is, illetve lehettünk 3, lehettünk volna 4 is, de azt volt egy 4. srác is. De az úgy már komolytalan lett volna egy ilyen Shy Guys szintű. 4 tagú fiúcsapat. Igen, az már úgy erőszakos lett volna. Lényegében mi döntöttük el, hogy maradunk-e 2, vagy
vele, de akkor ez lett belőle ez a hármas. Én azt gondolom, szakoskodtam. Én azt gondolom, hogy valahol egyébként igaza van, mert most is én az a helyzet, hogy futtatok egymás mellett három projektet, és lehet, hogy ez ti számotokra nem tudatos, de mégis a hallgatók nem biztos, hogy össze tudják tenni egyébként ezt a három projektet egyszerre. Rengetegszer megkérdezik, hogy egy-egy földszint alatt, hogy hol van belőle az ego, szóval. De az a baj, hogy, tehát, hogy ezek szerint nem is nézik meg az előadó nevét, tehát nem is érdekli őket az, hogy most ez földszint vagy pacek, ezt hallják, ja, ez a bégyi meg a pitta, de hol az ego? Ez leküzdhető egyébként ego hosszú távon szerinted? Teljes mértékben. Jó, akkor bízunk benne, hogy ez sikerül. Jó, ugye azóta már ki is léptetek az RTM-ből, röviden, tömören össze lehet foglalni, hogy ennek mi volt az oka? Saját kiadót akartam. Konkrétan amúgy tényleg. Jó, és ugye megalapult a King Monroe Sound. Majd erről is beszélünk, hogy ez micsoda pontosan, meg hogy mit, merre, hogyan, de a tagokat először tisztázzunk le, hogy kik a csapatnak a tagjai. Első körben ugye a pacek, meg nem fillér, a földszint, és ő még mind szóló előadók is, utána pedig a fillér, utána az másik unokatesóm Atos, és Jimbo barátunk. Illetve a Jozi kollégánk. Így van. Mint menedzser és fotós. Menedzser, fotós, parti szervező, mindenes ember. Jó, ez egy ilyen brigádban egyébként van ilyen maximum vagy minimum létszám, hogy hány csapatnak, hány MC-nek, és illetve, hogy kik azok, akiknek mindenképpen szerepelnie kell? Tehát gondolok itt mondjuk a fotósra, ami parti szervezőre, MC-kre, DJ-re. Szerintem igen. Igen? Szerintem van egy limit arra, hogy milyen előadókból mennyi legyen, szerintem. Uh-huh. De akkor ezek szerint van egy maximum is, hogy hasonló stílusban ne feltétlen. Így van. Tehát erre gondolok én is. Tehát én úgy gondolom, hogy alapvetően, mint MC-k, mi így elegek vagyunk. Tehát a fillér is, mint MC-k vannak, de ők mégsem olyan szinten mondjuk kőrep, mint mi. Tehát ők sokkal fiatalosabb vonal, és zeneibb, dallamosabb cuccokat csinálnak. Ezt többször említetted, ezt a fiatalosabb vonalat. Aki nem élt benne a 90-es években, az miért gondol másképpen a rapre úgy összességben általában? Szerintetek ennek mi az oka? Mert máshol kapcsolódott bele. Jó, de hasonló stílusú zenék, illetve jó zenék már voltak bőven, olyan utána is, tehát hogy én ezt inkább tőled kérdezem meg, hogyha mondjuk összehasonlítod, te meghallasz mondjuk egy Steel Dre-t mondjuk, akkor te szerinted ugyanazt érezheted, mint mondjuk mi hárman a srácokkal? Hát mi akkoriban nem éltem még nagyon igazából, nem, de én ugyanúgy szeretem, szóval amikor elkezdtem elsőnek rappet hallgatni, akkor például 50 Cent-et hallgattam, Dr. Dre-t, és akkor igazából ezt szerettem meg. És utána elkezdtem a magyar rap zenén felé érdeklődni, és akkor persze nem éreztetem ugyanazt, mint ők, mert azért ők idősebbek, tapasztaltabbak, régóltabbak csinálják ezt, de én is ugyanúgy átérzem. Mm-hmm. De már átérzem például ezeket a trappes vonalakat is inkább. Imádom ezt a gyereket. Meg ezt az R&B-t is, meg ezt már az újabb vonalat is simán. Na igen, és ezekre az új vonalakra ti például hogyan tekintetek? Én imádom a trappet amúgy. Én meg nagyon gyűlöm. Én meg gyűlöm, viszont neki az a legnagyobb oltás ebben a hülye. Én szeretem nagyon. Ez a hülye, ez azért oltás nagyon, mert akárhány trap alapot mutatok neki, mondjuk amire kéne rappelni, mindig azt mondja, hogy gyűlölöm, nagyon rossz, és egyszerűen olyanokat hoz rá mindig, hogy azt mondom, hogy neked ezt kéne csinálnod 0-24-ben, tehát egyszerűen annyira jó az ember trap zenéken. Hát ez nyilván ugye csak egy előadói készség, attól függetlenül nekem azt se tetszik, amit saját magam csinálok. Uh-huh, én nem szeretem ezeket a dolgokat amúgy egyáltalán. De miben más egyébként? Tehát hogyan kell máshogyan készülni egy trap alapra, mint egy tipikus 90 BPM-es hip-hop old school beatre? Hát másmilyen hangzás, másmilyen igen. Dobok, másmilyen alap. Minimalistább sokkal a zene. Igen, tehát például az első pacek klip az a mindenkire volt. És ott pont ezt a kettőt akartam ötvözni, hogy 92 BPM-es az alap, de mégis trappesek a dobok, meg a hangzás az egésznek. És ezt a kettőt akartam ötvözni, hogy, tehát, hogy ne legyen lassú, de ne is legyen ilyen old school-os hangzás, hanem ilyen new feelingesebb legyen. Én fél év után tudtam meg, hogy annak a zenének köze van a traphez. A fél éve kim volt, mire én megtudtam. De megszerette, és azt mondta, hogy amúgy tetszik neki, az elején ugyanúgy azt mondta, hogy gyűlölöm. Nagyon-nagyon utáltam. Mutogatták ugye, és mondtam, hogy ne is mutasd, mert mondom. De aztán megszerette, és ideges lettem tőle, hogy mutatja. Nem érdekel, nem akarom hallani. És kuriózumot írt rá, mert
fél soronként ugyanazt a rímet egy verzébe, az meleg. És csapaton belül egyébként ilyen viták, vagy ilyen kisebb, nagyobb összezördülések azért vannak? Tehát három főnél? Folyamatos. Hát mi ketten öljük egymást, tehát a pittával. De mi előtte is ezt csináltuk. És ők meg fejenként ölnek engem, én meg ölöm vissza. És neki azért rossz, mert ha mi összeveszünk, akkor mi ketten öljük meg őt. Ők összevesztek, akkor nekem nehéz eldönteni, hogy most melyik mellé álljak. Akkor ő menekül. Igen, szokott így viccesen közöttünk lenni, hogy anya és apa, szóval... Igen, én vagyok az apa, a pitta meg az anya. Én vagyok az anya, bevallom. És az egót így fegyelmezni. Csak azért, mert nekem finomabb. De már kezdek pubertás lenni, már visszaszólok nekik. De nem, tényleg amúgy a pitta jobban el tudja mondani neki a dolgokat, mert én nekem elpattal az agyam, és leölöm az ember. Pittával sokkal szebben meg tudjuk beszélni, mint a Gabival. A Gabival, Gabi is az elég ilyen keményen fogalmazza meg. A pitta is csak vele tudom így viccesen megteszni a dolgot. A Gabival meg egyből az a nem akarom, nem úgy fogom, és akkor is adott. Csak azért is elmond az apjának, hogy meg egy jól irányzott pofonnal helyre rakom. Hát igen, az a múltkor is adásból is kiderült, hogy azért sarkosan tudsz fogalmazni bőven. Igen. Ezt lehet mondani. Jó, de ha már beszéltünk erről a darról, akkor hallgassuk meg. Jön a Mindenkire, Pacektól, félig treppes, ahogy a srácok is mondták, jöjjön ezután megbeszéljük, miről szól, illetve a hozzátartozó videoklipet is. Továbbra is a rap terápiát hallgatjátok az FM 92.4 Maxi Rádióban, a Pacek vendégeskedik a műsorban. Csáó, sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok! Így van, Ego, B és Pitta a stúdióban. Na, és ami az előbb lement dal, az ugye a Mindenkire címet viseli, ahogy mondtátok, treppes, és hát eléggé odamondós szerintem. Tehát, hogy aki mondjuk a földszíndalokat hallgatta tőletek, és utána kijöttetek ezzel a Pacek formációval, egy ilyen kemény odamondós cuccal, az lehet, hogy azt érezte, hogy ez egy ilyen kötelező dolog volt, mert ugye az RTM-nél mondjuk ez a stílus, ez a stíl, ez a szokás. Nem, amúgy a Zsolti az abszolút nem kötötte meg a kezünk, tehát azt csináltunk, amit akartunk alapvetően, csak mi úgy voltunk vele, hogy mint magával a névvel, hogy mi elmondjuk a frankót, mindenkire szarunk, bocsánat. Tehát, hogy alapvetően nagyon sokan azt sérelmezték úgymond, hogy mi beléptünk az RTM-be, és ez talán egy picit nekik is szól. De ilyenkor, aki mondjuk sérelmezi, hogy belépsz egy tök mindegy bármelyik kiadóban, mondjuk feljebb lépsz egy szintet, akkor az mennyire az irítség szerintetek, és mennyire az, hogy valóban zavarja, mert hogy mondjuk nem szimpatizál azzal a kiadóval? Szerintem minimálisan irítség, meg ez a nem szimpatizálás, szerintem leginkább ez a szűk látókör miatt van, hogy egyszerűen azt, ha mondjuk én azt reppelem, hogy tróger vagyok, a telepen piázok meg minden, akkor valaki ne várja már azt, hogy 10 év múlva is ezt reppeljem. Tehát Ez nagyon sok mindenki panaszkodik erre, hogy bezzeg a régi földszíndalok, bezzeg a régi dalok. Ezt mennyire lehet úgymond levetkőzni, mert nyilván azért szeretett bele a tizenétekbe, mert azok a számok tetszettek, de hogy ugye a ti életetek is változik, minden változik folyamatosan. Ezt hogyan lehet egyszerűen úgy tálalni a hallgatóknak, hogy maradjanak ugyanúgy a ti zenehallgatóitok, rajongóitok, de mégis nem nyomhatjátok ugyanazt, mint mondjuk 16 évesen. Szerintem teljesen egyértelmű, úgyhogy az, aki egy ilyenért elpártol, vagy azt mondja, hogy mától én nem hallgatlak téged, vagy akármilyen hasonló jellegű hozzáállás, akkor az sose volt hallgatom, és ilyen rám, hogy nincs is szükségem. Aki azért, mert valakit nem kedvel, akkor már engem se kedvel, mert én kedvelem, érted? Szóval szerintem ez abszolút nem normális viselkedés, és tényleg nincs is szükségünk egy darab ilyenre se. Ugyanúgy vice versa, aki most azért hallgatott, mert RTM-es voltam, és most nem vagyok az, és már nem hallgat, akkor rá sincs szükségem. Köszönöm szépen. Jó, de ezért a hallgatókra figyeltek mindenképpen. Persze. Jó, és hogyha kedves hallgatók szeretnének kérdezni a Pacektől, akkor jöhet SMS és Viber üzenet 0635 29 0755, vagy Facebookon keresztül lehet írni a facebook.com/rapterapia gyöngyös oldalra. Jöttek is kérdések. Egyrészt, Pitta, lesz-e freestyle? Nem, hogy tudod, hogy direkt csinálod. Hát most így csináljak. Darab kérdést nincs ott. Cirip-cirip van. Felolvas 5 percet. Nem. Jó, na, jó, akkor ezt meglátjuk. Én még fűzöm Pittát, aztán... Majd én mindjárt megmondom neki, hogy lesz. Hát ha. Jó, aztán jött egy másik SMS. Sziasztok, mikor lesz új klip? Legjobbak vagytok, csak erő és erő a javából, amit adnak a fiúk. Csak itt tovább Pacekba nyomjuk. Puszcsi, Cséf Annika. Mikor lesz az új klip igazából? Most jött ki igazából. De persze, tehát most a hétvégén, abszolút. De tudjátok, milyenek a hallgatók, hogy még, ha tegnap kijött, akkor holnap mikor? Mi lesz már? Folyamatosan tervezünk, szóval nem fogjuk abba hagyni, egyfolytában csináljuk. Te meg főle. Jó, tehát ugye, azért mostanában azt lehet mondani, hogy viszonylag rövid idő alatt 4 videóklipet prezentáltatok a hallgatók felé. Próbáljátok tartani ezt a menetet, ezt az ütemet?
minden a lehető legjobban megy, akkor idén még kettőt mindenképpen. Az mondjuk kemény. Jó. Jött még egy másik kérdés. Gézúval terveztek-e közös dalt? Nem. Semmi rossz, nem volt. Nem tudtam hova tenni ezt a kérdést. Nem volt róla szó, amúgy. Ebben a pillanatban jött. Nem beszéltünk sajnos már egy ideje, nem nagyon jött szóba ilyesmi. Amúgy mondjuk el kell gondolkodni. Jó a kapcsolat, meg minden. Hát hirtelen nem tudtam hova tenni, én is, de minden jó a kapcsolat, abszolút respekt, tesó, minden, csak nem. Ő a Jozinak a bátyja. Igen, amúgy, igen, a Jozi bátyja. A Gézu. Jó, oké. Akkor hát egyelőre nincs ez terve, ennyit erről. Na, akkor menjünk tovább ezekkel a videoklippekkel. Szóval ugye mindenkire klip, ez a tipikus háztető beállós, nagyon keményen megmondom a kamerába, image klip, de nem, most tényleg, tehát itt ez volt a cél, hogy kicsit megjézzék az arcotokat? Nem. Felmentünk Csepelen egy háztetőre, hogy mi csepeliek vagyunk, ott a víztorony, és amúgy ez a véleményünk rólatok. Ti egyébként az összes videoklipet Csepelen forgattátok? Eddig nem. Nem, az újat azt nem. A legújabb az Szászhalombattán készült. Ó, hát ez már nem is Budapest. De mondjuk egyébként Csepeltől nincs messze. Csepeltől nincs messze egyébként. Annyi. Jó. De amúgy, bocsánat, azt még hozzátenném, hogy mi minden klipünkbe direkt még az elsőnél is, tehát az összesbe valami humort belecsempésztünk, vagy ilyen kifigurázás szempontjából. Nem kell minden túl komolyan venni. Van egyébként. Ez amúgy az élethez való hozzáállásotok is? Abszolút. Teljes mértékben. Abszolút. Mi nagyon sokat szoktunk poénkodni, viccelődni egymással. Te magyarázzál már. Igen. Tehát itt adáson kívül ezt elmondom, hogy itt tényleg osztják az egót, így finoman. Tehát, hogy elég jól bírod egyébként. Tehát, hogy már megszoktam. Hogy már edzett vagy. Elején azért nem volt ilyen, fogta magát, úgy megsértődött, majdnem hazament. Főleg a beavatás után. Ott az nagyon durva volt. Ott aztán volt osztás rendben. De nem ahhoz képest, hogy már ő is nyom ránk olyan dumákat, hogy néha nézek, hogy hát azért... Csak én most azért itt moderálom magam teljes mértékben. De nehezen fogja vissza magát, látom már. Jó, hát majd mondjad, mikor, hogy te még bőven aktív leszel, amikor ők meg járó kerette hát járnak, ezt már nem? Szeretett, hányszor elmondtam. Jó, hát ez biztos nem lesz így, mert nem lesz, aki, biztos nem lesz így, mert nem lesz, aki alapot csináljon neki, keverjen neki, felvegyen neki, cirip lesz. Tönkre teszem a karrierjét. Meg ezt még egyszer elmondja, akkor semmi nem lesz. Kitöröljük a téridő kontinumból. Rárugunk egy kettőt. Tehát tényleg adások kívül ez megy, csak kétszer ilyen durván, úgyhogy mondom. Tenerünk neki kettőt. Jó, a mindenkire klip, mennyire volt sikeres, mennyire kapták fel az emberek a fejüket a pacekra? Akkor ez egy új név volt. Akkor így van. Lehet első kliphez képest szerintem teljesen jó volt. Akkor meg vettek elégedve mindenképpen. Direkt visszatérve még erre a háztető és odaállunk, feszülünk dologra, azért hozzá kell tenni mindenképpen, hogy direkt úgy mentünk, hogy a csepeli víztorony látszódjon a háttérbe, ergo elsősorban a kerületünket szerettük volna megfogni, hogy tudják, hogy honnan, kik. És hogy nem felejtettük el. Az első két klippel szerintem sikerült is elég jó lesz. Azt én nagyon érzem rajtatok, hogy imádjátok Csepelt, nagyon-nagyon durván lokálpatrióták vagytok. De ennek mi az oka, hogy tényleg azért Csepel nem a leggazdagabb kerülete Budapestnek, és hát én mondjuk legutóbb nem is tudom, mikor voltam, focizni voltam, nem is 4-5 évvel ezelőtt, hát akkor se néztem úgy körül, hogy hú, de szívesen laknék itt. Ja, valószínűleg amúgy pont ezért, mert nekem is lehetne itt anyu-apu BMW-n, vagy én is repelhetnék az utcáról, meg az otthonról, úgyhogy amúgy meg minden alám volt tolva. Ezek szép és jó dolgok, mi így se azt nyomjuk, ezt sokan félreértelmezték, mert az, hogy mi egy lokálpatrióta zenét kirakunk, vagy azt, hogy csepeli így, csepeli úgy, az nem azt jelenti, hogy te most bejössz Csepelre, és akkor azon nyomban szétverem a fejedet. Te nem vagy senki, hogyha nem vagy csepeli, tehát az a baj, hogy sokan félreértelmezték, ilyen primitíven. Ja, úgyhogy talán pont ezért, mert azért egyikünk se jött olyan marha jó körülmények közül, meg most se. Vagy... Én mindig azt mondom amúgy, hogy ha valaki ezt érteni szeretné, akkor tehát nyilván nem invitálom meg a fél országot, de aki eltölt velünk egy éjszakát mondjuk, vagy egy napot Csepelen, az mindig azt mondja, hogy ez amúgy felejthetetlen. És 9 hónap múlva fel. Vagy azt mondja, hogy másnap megvered. Hogy soha többet nem akarlak látni. Ajajaj. Jó, akkor menjünk tovább. Ezen a klip után szinte rögtön érkezett a Csak Csináljuk címet viselő videó. Ez egy pont a kontrasztja a háztetős repnek, ez ilyen sokkal inkább bulizós. Várja, a mindenkire utána a csepeli vér volt. Igen, az előbb jött? Így van, az volt a második. Jó, csepeli akkor vér. Majd a csepeli vérről mindjárt beszélünk, de akkor beszéljük a Csak Csináljukot. Szóval... Egónak a gyereke a legjobb a klipbe. Így van. Sokan félreértették azt is. Vagy 6-an, hogy mikor lesz, mikor gratulálunk, neki meg ilyenek. Meg...
Édes Isten. De nagyon durva. Ez az, amikor nem értik egyébként a point, de hogyha a point nem értik, akkor vajon a szövegek komoly részét, azt mennyire tudják levenni a hallgatók? Minden túl komolyan vesznek. Uh-huh. Tehát ami a point is komolyan veszi, meg a komolyat, meg még komolyabban? Hát a legtöbben, ja. Igen, erre rá kellett jönnünk azért, hogy nem mindegy a viccekes, hogy hogy bánunk, mert már nem is feltétlen az a közeg hallgat, aki amúgy ezt simán levenni. Ezt nehéz kezelni? Hosszú távon? Az elején nehéz volt, igen. Most már nem. Na, beleszoktatok, belejöttek. Persze, hát nagyon-nagyon sokan írnak, ugye, ahogy tehetjük, válaszolunk is, azért észreveszed egy idő után, hogy kivel milyen hangnemet tudsz tartani, és hozzászoksz. A legjobb az, hogy csumi, lájkolhatjátok az oldalamat, megengedem, feed. És ha nem is tisza, akkor te vagy a legalja. Azt kár lenne tagadni, hogy naponta egy 3-4 ilyen üzenet jön, hogy hozd már meg, légy ezt a dalt, meg most jött ki, meg hogy nem-e tudom összekötni az SM-mel, meg mit tudom én. Dehogy nem, egy spárgával szívesen összekötöd őket. De gondolom, ezzel nem vagyok egyedül, ti is kaptok ilyen üzeneteket, hogy hallgassatok. Mennyire tudjátok ezt figyelemmel követni, megnézitek-e, tanácsot adtok-e, mennyire vagytok korrektek, mennyire inkorrektek az ilyen emberekkel, akik írnak nektek? Ha valaki olyan hangnemet üt meg, én szívesen válaszolok mindenkinek amúgy, és a normális dolgokat kérdez normális stílusban, megfelelő helyesírással, akkor válaszolok is. Igen. Ezt a BIS-t régen sokszor jól elmondtam, úgyhogy meghallgatunk minden nagyon szívesen, meg tök jó, de akkor legyen egy önkritikát, szóval például ilyenekkel rám tudok írni, hogy most küldesz egy szöveget, én meg mondjam meg, hogy jó-e. Most ezzel nem tudok mit kezdeni. Főleg mondjuk munkába vagy, érted, és akkor 15. ember ráír, hogy olvasd el a szövegét, ahol marhára nem érsz rá. Igen, igazából. Tehát én már reflexzerűen, tehát visszaírom, hogy ne haragudjanak, de nem tudok szöveget olvasgatni, mert nem vagyok se verselemző, se semmi ilyesmi. Vegyen fel egy demót, küldj el a felvételt, azt tudom jellemezni, mert azért sokszor az is számít, hogy milyen előadásmód van, milyen alapon, mert egy hiába van bármilyen jó szöveg, ha az rosszul van előadva, de lehet, hogy valaki egy nagyon egyszerű szöveget tök jól, különlegesen elő tud adni. Tehát igen, azért kár lenne tagadni, hogy egy közepes szöveget elő lehet adni úgy, hogy ez olyan durván hangzódjon, olyan jó flow-val legyen, hogy azt a legdurvábban, legjobb szövegnek értékeli az ember. Persze. Hallás után. És ez egy közepes minőségi szövegnél. De pont ez a baj, hogy viszont egy nagyon jó szöveget is annyira egyszerű elrontani, vagyis hát nagyon sokan elrontják, inkább így mondanám, hogy hihetetlen, és hiába jó a szöveg, az baromi kevés. Tehát hogyha jó rappelő old akarsz lenni, ezt én tanácsolom egyébként neked, hogy akkor kevés csak a flóra, és kevés csak a szövegre, ezt mind a kettőt egyszerre jó, jelentősen el kell találni, és jó minőségben prezentálni. Ha ez nem megy elsőre, akkor hagyd abba. Dehogy is, nem. Viccelek. Hát gyakorolni kell. Gyere hozzám felvenni, vegyél alapot. Ja, például visszakanyarod egy pillanatra, kaptam olyan levelet, hogy ugyanígy, hogy csak egy szöveget küldött, és hogy csak azt akarja megkérdezni, hogy rímel-e. És a legnagyobb jó indulattal mondtam erre, hogy ha ezt nem. Meg kell kérdezni valakitől, hogy rímel-e, akkor nagyon nagy baj van. Már túlzás. Jó, oké, rendben van. Jött egyébként, most pont ebben a pillanatban jött egy beef, madár, és fillér senkik egy ilyen kedves üzenet jött, szerintem ez így felétek szól. Ezt is beolvassuk egyébként, nyugodtan jöhet ilyen bífelős is. Köszönjük. Tényleg, ez értékelhető kritika volt. Írjatok egyébként olyat, ami mondjuk tényleg így legalább egy pár mondatban megfogalmazzátok, hogy mi a probléma a srácokkal, mert egyébként, hogyha emberileg ismeritek őket, mert én elég sok mindenkit ismerek a hazai popon belül, tehát emberileg pont ők azok, akiket nem kellene bántani semmiféleképpen. MDRGC-k vagyunk. Igen, amúgy erről, amit te sem mondták ide, nyilván ő látja, vagy nem tudom ki látja. Ha valaki ezt tudja, akkor az ismerni kell minket. Ha meg ismer minket, és ezután ilyen, ha én gyerek, akkor... Meg szerintem azért a mi zenénkben azért elég erősen jelen van a személyiségünk is, mind a hármunké. Igen, ez erősen érzékelhető. De pont az jó, a pacek formáció, hogy három különböző egyéniség és három olyan srác, aki hiába, hogy egy helyről jött, mégis szerintem mind a három más életúton mentetek keresztül, és más életszakaszban is lehettek, én azt gondolom. És ezt összegyűrni egy szövegbe, egy dalba, egy produkcióba, szerintem ez adja a sava borsát az egésznek. Uh-huh. Ez benne a kihívás. Síralom, bánat. Milyen gyakori az, hogy... Nagyon. Oké. Okay. Akkor a következő kérdés. Ez az egyik leggyakoribb. Milyen gyakori az, mikor egyikötök hoz egy témát, egy szöveget, hogy na figyelj, ezt kéne megreppelni, és a többieket szerintem képtelenek arra a témára reflektálni?
Ez nyilván leginkább egóval fordul előre, akármire képtelen. Nem teljesen igaz, amikor hozok fel én témákat, de számukra az már nem eltűnt. És erre mindig azt mondjuk, hogy lomtár. Vagy kiírták azt már magukból, amit még én nem írtam ki magamból. De tudsz példát mondani, vagy így nem szeretnél? Hát most így nem szeretnél, de a szerelem például. Nem teljesen szerelem. Nem, volt, ami nem szerelmes volt, volt, ami teljesen volt más. Egy, kettő. Sőt, lesz az Amon M1, amit például az én ötletem volt például, még például, amikor még Lefré volt, és onnan jött például az ötlet. Melyik az? Például a Törzsvön, ami most már nem Törzsvön. Hát, ami az ott a teljesen már. Ja, mert az az én ötletem volt azért. De a szövegezésnek én találtam ki. Nem. De. Nem. Na, én jó, írtam, Csitu van. Utána meg te írtad. Hallod, anyu szólj rá. jó, menjünk tovább a pályafutásotokkal. Volt egy Csepeli vér, ez a full Csepeli, mindenki benne van Csepeli haverjaitok közül, MP, Tomega, DK, Jimbo. És Pigment. Pigment, igen, Pigment hiányzik. Vagyis így. Pigment hiány. Így, nem, tehát így áll össze ez a brigád. Ennek kérdés, hogy ilyen sokan vagytok benne, annyira nem, durván nem hosszú ez a dal, 4 perc környéke hát lehet mindenki valahol. Mindenki 8 sorttól. Az elején az MP ugye egy intrót mond, ő úgy volt, hogy slammet nyom az elején, de hát túl hosszú volt az, amit ő kitalált, így a refrént kapta meg. Tudom meg a refrén, mindenki rappel egy 8 sor. Uh-huh, uh-huh. Azért itt a refrént ugye mondjuk el. Nagyon-nagyon csonkig égtek gyertyák. Rengeteg gyertyaig a csonkig. Megállom. Tehát, hogy tényleg van nálatok egy ilyen dolog, ami a dalba is elhangzik, hogyha valaki csepeli, akkor azért úgy jobban odaálltok, jobban kiálltok? Bármilyen szituáció van? Sok esetben megnyilvánul, de igen. Mondjuk ez nem feltétlenül erőszakos. Igen. Nem erre gondoltam. Fajuló, de ezt sokan félreértették lényegében. Igen. Amúgy egy jó kis brigád van ott. Úgy értem, hogy támogatjátok, mondjuk ha olyan esetleg fellépést tudtok intézni, akkor előbb intéztek egy csepeli. Talán a közreműködőket, a felolvasott, talán ez az egyik legnagyobb érv ez mellett, ugyanis mi, ahogy abban a pillanatban szinte, hogy teret kaptunk, egyből a barátainkhoz mentünk. Igen, tehát mi nem mentünk senki. Nem a Basztával, meg az AK-26-tal, meg az ilyenekkel fíteltünk le, bocsánat, az ilyenekkel kifejezésé, velük fíteltünk azért, hogy mi felmásszunk rajtuk, ahogy azt nagyon sok embertől megkapjuk, hanem mi a barátainkkal fíteltünk, akkor is és azóta is csak. Van, és azok a dalok is, amik velük készültek, azokba is csak azért hívtuk be őket, mert úgy gondoltuk, hogy ők beleillenek. Tehát mi soha nem hívtunk be senkit olyan dalba, amiben azt mondtuk, hogy hát, ebben nem illik bele, de másztunk fel a nevén, ez jó lesz. De ez egyébként, de sokan csinálják ezt egyébként, hogy nála jóval előrébb lévő hallgatottságban, itt ismertségben MC-vel vagy csapattal közreműködnek, hogy őt is jobban megismerik. Ez probléma összességében? Nem. Tehát én is volt, hogy megkerestem XY-t feat miatt, de én soha nem azért kerestem meg, hogy most nagyobb nevem legyen. Tehát én nem azt csináltam, hogy ráírtam minden egyes ismertebb valakire, vagy valami, hanem hogy nekem volt valaki, aki akkor tetszett, és azt mondtam, hogy én vele szeretnék egy zenét, mert nagyon tetszik, amit csinál. De nem azért, mert itt a X emberrel többen hallgatják. Soha nem érdekelt. Tehát mi 12 évvel ezelőtt kezdtük a zenélést, tehát már mindenen átmentünk. Már se érdekel, soha nem fog hallgatni senki. De tényleg, tehát... Hát azért gondolom, az nagyon fontos, hogy visszajelzések jöjjenek. Mindenképpen, és szerencsére javarész pozitív. És rengeteg van. Na, ennek mindenképpen örülök. Szóval Csepeli vér, ez a full Csepeli terepen forgatódott, ahol ti a délutánokat, estéket, hétvégéket töltitek, ezek azok a placok és terek? Hát, mindenkinek a része, ahol lakik. Ja, hogy akkor ez a lakhelyhez köthető? Hát, leginkább igen. Nagyjából igen. Az enyémet kivéve, mert én meg a Jimbo-it. Mert? Nem, mert én a torony alatt vagyok. És amúgy meg a híd alatt lakik, tudod. Nem, tehát alapvetően most a Pitta része az lehetne az én részem is helyileg. Tehát ugyanott lakunk egymás mellett, meg a Tomega is. Tehát konkrétan egy-két ház választ el minket. Jött egy baromi jó hozzászólás, Pittának szól. Pitta, mennyi krémes fogyott ma a cukrászdában, és hiszem eljön nem végig. Emlékszel, hogy volt az előző adás, hogy te azt tudod, hogy lehet, hogy ő terjesztette a pletykágat. Rengeteg, magam facsartam az összeset. Jó, krémes. Szívesen kiüldök egy tálcával. Sört inkább kövül ezt tálcával. Jaj, Istenem, hát ez nagyon kemény volt. Jó, hát ez tényleg, jó. Tényleg ez, aki esetben nem tudná, hallgassa mindenféleképpen vissza azt a földszintes interjút, ami a rap terápiával készült. Hát ugyanis úgyis az volt a sztori, hogy engem félretájékozott valaki Facebookon, hogy a Pitta egy cukrászdában dolgozott, kiderül, hogy nem, ez így élő adásban, egy kicsit kellemetlen volt, de örülök, hogy azt az adást is hallgattad, és így felhoztad ezt a sztorit. Abszolút. Jó, hát és ilyen, most a hétvégén jött ki a Nem figyeltél rám című klippetek. Ami egyébként abban a műsorban lement már, mint földszíndal. Most akkor hogy van ez? Ez a dalunk a legtöbb változáson esett, tehát a fennállásunk óta, szóval
Ez volt eredetileg Bélyi refrénnel, nekem két verzém volt benne, lehet, hogy még így ment le. Utána ez egy, lett egy Tomega refrén, utána lett benne egy Sean Feet, aztán először Dávid az úgy gondolt, hogy mégsem szeretne ebbe részt venni. És jött bele az ego közbe. Ja, hát igen, jó, ja, jelentéktelen dolgok. Néha kimennek a fejemből, de valóban ő is bele. Sok változáson ment ez a dal keresztül. De ne sírjál már. De hogyha mondjuk én összehasonlítom mondjuk a földszintes verziót és ezt a verziót, akkor nekem az jobban tetszik, bocsi, ego, nem azért, mert hogy ebbe benne vagy. De igen, azért. Bocsi, nem azért, de igen. Nem. Nekem az alapzene ott is egy kicsi kis változtatás volt a beaten is, de volt. Ki lett béve belőle a vokál. Igen. Jaj, tényleg igen, át a minta miatt, ugye, mert alapvetően annól még úgy volt, hogy ez az RTM csatornára megy fel, és fenn is volt egy reggelig, csak ugye akkor léptünk ki, és nem akart. És reggelre lefőtt a kávét. reggelre. Saját magammal csesztem ki, de lényeg... Nem, te velünk cseszték ki lényegében, nem saját magam. Na jó, van, ebben nem menjünk bele. A minta miatt, tehát ott volt egy vokális minta, és azt attól megszabadultam elég ügyesen, szerintem. Abszolút, tehát nem ez a probléma. Tehát nekem jobban tetszett az a refrém, amit mint te nyomtál. Undergroundabb volt. Igen. És nekem az én film jobban rá ezekre, de ez az én véleményem. Írjátok meg, hogy ti nektek melyik a még szerintem szimpatikusabb. Szerintem amúgy rajtad kívül nem sok ember hallotta azt a verziót. Lehet, hogy a kézadást követte. Hát a krémeses fickó lehet, hogy vagy csaj, lehet, hogy lehet, hogy tudja, jó? Jelölj be krémes. Mindenképpen. Jött másik kérdés, ugye sziasztok, mikor lesz új klip, ezt már elmondtuk, hogy hamarosan várható, illetve ebbe azért még kettő videóklip érkezik tőletek. Pacek lemez várható-e? Hát ez bizony fel van tüntetve minden eddigi klipünknél, hogy hamarosan jön a Pacek lemez, az első. Aminek mi lesz a neve? Most mondjam be. Majd. Vulkán. Vulkán. És tudhatja mindenki, aki figyeli. Rengetegszer kiírtuk, úgyhogy jön. Idén jön. Vulkán idén lesz. Kitör, kirobban. Hogyha a kajak jó terveit nézzük, bum, és bum. Most az új vulkán zsuk, lemez, akkor ding, ding. mennyire van átfedésben ez a kettő egyébként? Lényegében a legjobb földszint slágereket áthúztuk a Pacekra, amik a legütősebbek voltak, és meg tudtuk valósítani hárman, ezeket áthúztuk, ebből egy ilyen 3-4 darabban összesen. A 14 számos vulkán lemezről, úgyhogy ennyire van nagyjából. A 14 dal egyébként meg is van már készen? Uh-huh. Természetesen igen. Ez még az RTM belépés előtt kb. 80%-osan kész volt. Tehát konkrétan mielőtt még beléptünk, már egy hónappal előtte szinte mondhatjuk, hogy kész volt a lemez. Ezzel a 14 dal, mi a tervetek? Mikor jön ki a lemez? Mire számítsanak a hallgatók? Szerintem ne lőjük még idén. A dátumot. Idén. Tehát még idén akkor várható. Egy jeles, sok nincs jeles dátum az lesz. Évből, de idén is, aki figyeli az oldalt, az hamarosan meg is tudja. Pontos dátumot is. Amit múltkor beszéltünk, nektek elég komoly hozzáállásotok van így olyan téren a lemezekhez, hogy nektek mindenképpen kell egy kinyomtatott frankó borítóval úgy, ahogy van, tényleg a kezdetekbe foghassátok. Ez akkor gondolom, ez a lemez is így fog kijönni. Mindenképpen lesz kézzelfogható formátuma. Ez beszerezhető lesz a hallgatók részére is? Tuti. Limitált példányszámban. Van. Akár csak a repterápia. Pitta gyártja majd otthon. Én fogom rajzolni a borítót. De lehet, hogy a borító egy krémes lesz. Vagy egy krémes. Annyit nem lesz, amíg előbb fárad a kezünk. Jó. Cukrászdában nyomtatja rá a képeket. Jó, aztán jött még ugyanaz az ember kérdezi ezeket mind, hogy kikkel szeretnétek közöst a következő időszakban, gondolom. A lemezen amúgy leginkább a mi ismerőseink, barátaink, illetve az általunk tehetségesnek vélt előadók kapnak teret. Na most nem azt mondom ezzel, hogy akik nincsenek rajta, azok nem tehetségesek, hanem tehát barátaink is, és tehetségesek is. Uh-huh. Tehát hogy azért, mert valaki spanod nem fogod behívni, nem. De azért sem fogod behívni, mert valaki jó MC, ahhoz kell az emberi kapcsolat. Ez mennyire fontos, hogy egy dal készítésnél, hogy ne csak az legyen, hogy te is jó vagy, én is jó vagyok, csináljunk egy közös számot, hanem valami emberi kötődés legyen a két ember között. Hát régen az nem volt, nem számított szerintem köztünk sem, hogy most mi van közöttünk, vagy valami, nem csak, hogy nyomtuk. Na. No. Jó, nekem igenis sokat számít. Jó, akkor úgy mondom, hogy tehát, hát mondjuk a hülyeséget mondtam most, de számított, mindig is számított. Jó, azt hittem, hogy nem, azt hittem, hogy mi van közben, semmi. Ego, ugyanez a kérdés? Te cirip. Szerintem egyértelműen számít, nekem fontos. Jó, oké. Ki a legnagyobb alkoholista a csapatban? Erre nem válaszolok. Érdekes módon. Az nem válaszol, aki nem, az.
Az alkoholista kifejezés még változatlan erősnek tartod, és szeretek szintcsúszni. Mondja úgy, na mindegy. 12 óra masszív ivás után. Ja. Jó, visszatérve nem figyeltél rám videóklipre. Ugye az volt a koncepció, hogy ugyanazt a lányt elkapjátok, és akkor más-más pozitúrával repeljétek neki a saját 16 soros részleteket. Ami nagyjából egyébként összecseng mindenkinél, hogy ez nem egy ilyen hogy is mondjam, ez nem egy csajózós dal, hanem pont az, hogy a lányok jobban figyeljenek oda arra, amit ti mondtok. Uh-huh. Még hát az ilyen egy éjszakás kalandokról, hogy sok lány amúgy, tehát mindannyiunknak volt már ilyenben része, és sok lány elhiszi azt, hogy most egy éjszaka miatt most már akkor kapcsolatnak kell lennie, vagy valami. Nem kell mindent komolyan venni. Néha csak adni kell az érzésnek azt, de ez persze nyilvánvalóan észszerű keretek között, tehát nem kell a világ legnagyobb szajhájának lenni. Fiatalabb hallgatóinknak mondjuk, hogy ez tipikusan csak a 18 éven felüli lányokra értjük. 18 év alatti lányok azok igenis legyenek szerelmesek is, ne menjenek bele egy éjszakás kalandóba, ha csak nem velünk. Ez megint van, teljesen van. Az már nincs semmi van. De csak velünk. Jó, oké. Okay. Jött másik kérdés. Van-e kérdezi, hogy sziasztok, azt szeretném kérdezni a srácoktól, hogy Zéóval mi a pálya, nem sokat hallani közös dolgokról, pedig egy időben nyomultatok együtt. Semmi. Ennyi? Uh-huh. Jó. Ciri. Lényegében csak egy kicsit komolyan vegyük a dolgot, nem nagyon tárgyalunk. Itt az emberi kapcsolat romlott meg elsősorban, ami mondjuk visszavezethető zenei inaktivitására, illetve... Emberi hozzáállás. Igen, sok dologhoz. Itt a baráti szálak tűntek el lényegében, és ez vitte magával a zenét is. Sajnos nagyon sok ismerősünk, barátunk volt, aki csak azért ellenünk fordult, fogalmazunk így, mert mi RTM-esek lettünk, és lett valamilyen sikerünk. Ez azért elég szomorú, de ezen mennyire lehet túllépni egyáltalán? Tehát hogy tényleg, hogyha úgy mondom, hogy te mondtad, hogy barátotok, igen, akkor pikpak túl. Az első kettő talán még úgy rosszul esik, de utána már az ember nem áll le. Az a, hogy már nincs időnk, energiánk ilyenekkel foglalkozni. Szerintem, aki ilyenekkel foglalkozik, az vesztegeti az idejét. Ez ugyanaz, amit az elején beszéltünk a hallgatókról, ez ugyanúgy igaz egy barátom, és hogy ez nem barátom, aki azért. Így van, akkor nem is fogom őrölni magam, hogy most ő átvert engem. Jó, oké. Okay. Csire Vivien kérdezi, illetve mondja, hogy először is puszilom Pittát, és persze a többieket is. Uh-huh. Még lesznek a kiadóban még többen? Idővel lesznek, egyelőre nem tervezünk új tagokat. Uh-huh. Szeretnénk kiforni. Van-e a kiadónak, egyébként én kérdezem, van-e a kiadónak vezére, csapat összekovácsoló valaki-e, főnöke, irányítója, irányvonal mutatója, létezik-e bármi? Főnök nincs. A legtöbb ilyen háttérmunkát azt mi csináljuk a Pittával, de nincs az, hogy most valaki főnök, vagy vezető, vagy valami, hanem mi ezt a szerepet magunkra vállaltuk. Itt mindenkinek megvan a szerepe, hogy ki mit csinál, kinek mi a dolga. És ja. ez így működik jól, tehát valaki, mit tudom én mondjuk, most mondok valamit, a grafikát csinálja, valaki a YouTube-bal foglalkozik, valaki a Facebook oldalakat kezeli, ez mondjuk leginkább a Pitta. Van, aki semmivel, mint az ego. Csak hozom saját magam. Ő csak kapja az oltást. Van, aki csak a markát tartja, mint az ego. Semmilyen markát tartás. Van, aki csak hazudozik, mint az ego. Ja, komolyan mondom, ego, megsajnálok a műsor, mert meg kell hívni a külön egy adásba, csak ott csak ezt fogod mondani, hogy hello. Megint szerelmes vagyok, képzeljük. Írtam egy szerelmes számot, mert ezt még senki nem csinálta meg. Egy most megyek át ezeket, értsétek meg, hogy nagyon fáj. De ütni fog. Nagyon fáj. Jó, oké. Okay. Egyébként Egónak is adjak a mikrofonjára hangot, szerintetek? Nem, jó. Húzd le. Oké. Okay. Azt jött még kérés. Halad, nem akarsz beszállni a pacekba? Egó, van egy üresedés most. Igen. Nem tudom már, mi a neve. Jó. Esetleg fellépések lesznek a közeljövőben? Idén már nem nagyon. Idén nem nagyon. Ez koncepció, hogy a teljes lemezzel akartok neki indulni? Okay. Kell egy kis, azért ez éles váltás volt, itt kicsit fel kell építeni magunk körül ezt, igen, amit szeretnénk. Újra. Hogy ez folyamatos legyen, szóval most nem azt akarom, hogy most elmegyek november 4-én fellépni, és utána februárig nem lát. Szóval egy olyanon dolgozunk, hogy folyamatosan tudjunk menni, és folyamatosan jelen legyünk. Jó, Bajko László kérdezi, hogy sziasztok, föltítás, hogy pacekos pulcsik, pólók, fogtok-e majd forgalmazni őket? Szerintem ez a lemez után fog kiderülni. De nyilvánvalóan lesz amúgy, de...
Nem tudunk erre egyelőre mit mondani. Egyébként egyre inkább trend hordani a kedvenc együttesed, vagy az általad nagyon kedvelt, tök mindegy, bármilyen zenészednek a fősőjét, pulcsiját, sapkáját, nadrágját. Én ezért szeretnék egy pittás pólót. Csak az ő fejével, amúgy, esküszöm. Meg egy sörös üveg. Fú, amúgy azt nem is meséltem, azt most elmondom, hogy én akartam egy logót a pittának. Az lett volna, hogy ki van írva, hogy Pitta, valami dögös betűtípussal, és a logó alapvetően egy máj lett volna. Jézus! Komolyan mondom. Sörös üveggel. Ja, hogyha az I betű a Pittából, az egy sörös üveg lett volna. Úristen, hát komolyan mondom. Néha nem tudom, hogy mennyire tudlak titeket komolyan venni egyébként. Én is kitaláltam amúgy egy BJ logót, a B betű egy napszemüveg volt, a J betű meg egy csíkkól. Ne. Jézus várja. Ajajaj. Na jó. Az ego logó pedig nincs. Nincs. Volt rá igény egyébként? Nem. Nincs és nem is lesz. Ha lenne rá igény, akkor se lenne. Letagadjuk. Azt közben elmondom, azt közben elmondom a kedves hallgatóknak, hogy nem sokára elmenjünk egy zenére, majd jön a hírek, de előtte a következő órában lehet nyerni egy rapterápia válogatás lemezt, amivel mindössze 100 darab példány van. A kezemben van az 54-es, ezt mutatom a kamerába, ezt lehet majd megnyerni. Majd fölteszünk egy kérdést, a srácok kitalálunk valami jó kis kérdést, amire azért tényleg oda kell figyelni, ismerni kell a pacakot hozzá, vagy a földszintet, majd mindjárt kiderül, hogy mi lesz a kérdés, hogy ezt majd írjátok meg nekünk SMS és Viber üzenetben 0635290755-ös, vagy bármi egyéb kérdés. ML díjas SMS? ML díjas, persze. Megemeltük. Szóval a hírek után folytatjuk a srácokkal, illetve lehet nyerni egy rapterápi LP-t. Tartsatok velünk továbbra is, most jön a Nem figyeltél rám, clean verzióban. Mindenféleképpen. Hú, yeah. Nagy mosolygás Pitta részéről. A műsor partner oldala a közértes.hu. Vissza is tértünk, ez itt még mindig a Rapterápia, az FM 92.4 Maxi Rádióban, mellettem a Pacek, azaz Ego, Pitta és BJ. Ciao, sziasztok! Csumi! Sziasztok! Ne haragudj, Ego, szeretlek! Aki esetleg kihagyta az elsőra Ego szivatást, az meghallgathatja szerdán déltől 2-ig az ismétlését a teljes műsornak, illetve pénteken felkerül a Rapterápia YouTube csatornájára. Hogyha arra jártok, akkor iratkozzatok is fel, illetve van egy Facebook oldalunk, a facebook.com/rapterapia, gyöngyös arra nyomjatok egy lájkot, illetve a Maxi Rádiót is megtaláljátok, az pedig a facebook.com/maxiradiohungary, de a Pacek és a Földszint is fönn van, azt is lájkoljátok mindenképpen. facebook.com/ego21. Ezt ne vegyétek annyira komolyan mindenképpen. Nem, facebook.com/pacekban, illetve facebook.com/földszint, ékezet nélkül nyilván, óbetűvel. Na, akkor beszéljünk az új kiadótokról, King Monroe Sound. Ez a kiadó, vagy én megnéztem a Facebookon, itt az szerepel hivatalos leírásként, hogy lemez kiadó. Ez van írva. Ez mit akar? Kihagyjuk az előadók lemezeit. Ja. Akik a tagok. Oké, akkor másik kérdezem. Ez egy hivatalos kiadó? Egy alkotói közösség? Egy baráti társaság? Hát, alapvetően ez egy szerzői kiadás egyelőre. Tehát azért ezekre is figyelünk. Már a kezdetektől egy baráti társaság mindenképpen. Tehát mi mind amúgy alapvetően egy baráti közegből jövünk. Tehát mindannyian. Tehát olyan nincs, hogy valaki nem ismer full, úgy, tehát legalább egy valakit. Sőt, még családtagok is vannak. Tehát amikor az Atos először találkozott a vagánnyal, este már ott aludt nála, és érted már, nyomták a zenét reggelig. Hát érted, csak meg volt a közös hang, és nyomták a zenét reggelig. Tehát, hogy akkor gyakorlatilag összejártok, meg a zenén kívül is, akkor ismeritek egymást, beszélgettek más témákról is. Persze. Jó, ez mennyire könnyíti meg a közös munkát? Nagyon. Jó, ez a sokféle előadó, illetve mindenki, azért másféle irányt követtek a zenén belül. Ez előnye vagy hátránya a kiadónak? Szerintem előny, mert például Atos, ő house és techno zenét nyom, leginkább most dark technót. Jimbo például, ő igazából azt nyomja, amit érez, de a rap közel áll hozzá, de ő mégsem úgy. Tehát ő leginkább énekelget, ilyen elvont, elszállós dolgokat. Mi csináljuk a dolgunkat, a fillért pedig ilyen újvonalas dolgokat csinál. Szeretnétek egyedi stílus kialakítani a kiadónak? Vagy mindenki szabadon csinál, amit akar, aztán az jön ki belőle, ami az egyes előadók fejéből összeáll? Szerintem alapból ez egy egyedi dolog benne. Hogy... Ráerőltetve senkire nem lesz semmi. Szerintem az egyedi, hogy többféle stílus van, és mindenki amúgy szabadon csinálja, amit csinál, viszont ő minden meg van beszélve, tehát hogy ő... Hogy fogalmazzam meg most ezt jól? Hogy érthető legyen mindenkinek.
beszélj a mikrofon. Hát, úgy érthető az a, baj, az a baj, hogy nem tudom most úgy megfogalmazni talán, hogy mindenki értse. Várható esetleg egy olyan track, vagy olyan album, amiben így tényleg mindenkinek a keze benne van? Vagy ilyen, amely nem gondolkodtatok? Track mindenképpen, track album az azért még a jövő zenéje. Igen. Egyelőre mindenki fejezze be a maga dolgát, illetve építse fel magát, amennyire lehetséges, onnantól lehet. Kicsit mutassuk be a tagokat egyesével, mert szerintem még ez se feltétlenül biztos, hogy ismer mindenki mindenkit. Ugye ti vagytok ti a Pacák, illetve Földszint, rólatok azért már elég sok szó esett, de akkor menjünk tovább, nézzük a Fillért például. Hát ők Vagány és Senki. Nem is tudom, 2014 év elején alakult a csapat, azt hiszem. De amúgy a legjobban azt akkor szóval a legjobbat akkor teszik a kis hallgatók, hogyha felmennek a kiadó kis oldalára, facebook.com/KingMonroeSound, ott a fényképek közé bemennek, és van egy olyan album, hogy Tagok. Igen, ezt végig is olvastam. Ott pont te Ego rólad írnak, hogy nagyon kedveset. Azt te írtad egyébként, vagy a többiek írták rólad? Én most írtam, nem tudom, miről van szó. Ja, igen, tudom. Hát folyamatosan fejlődsz. Igen, igazából azt a, jól tudom, a Pitta írta rólam. Nagyon kedvesen, nagyon aranyosan. És ez így is van, szóval... Biztos rossz pillanatban kapta el a tollat. Igen, így van. Jó. Védelmező anyukám volt. Mikor itt voltatok múltkor a Földszinttel, akkor arról volt szó, hogy van egy ilyen Banger Entertainment, ami egy ilyen baráti társaság, segítitek egymást, odafigyeltek egymás zenére, és próbáltak egymást támogatni. Éle az a dolog még, hogy elindult ez a... Ennek a vége a Csepeli Vér volt, konkrétan. Abszolút piti dolgokon történő összeveszés. Meg piti hozzáállás. És rossz hozzáállás miatt ez nem működött sokáig. De mi ez a piti dolog, hogy most kifizeti a sört éppen az aktuális körbe, vagy hogy? Nem, mondjuk most csak hogy egyet kiemeljek, így a legtöbb, vagy talán az egyik legnagyobb volt, és mellette a legpitibb dolog, hogy egy néven vesztünk össze, hogy mondjuk tíz emberből 8-nak tetszett, 2-nek nem, és akkor nehogy már az legyen, amit 8 mond, érted? Így van. Szóval itt ilyen dolgok mentek, és mellette meg amúgy semmi más nem haladt, szóval mindenki tudta mondani a magáit, de mellette rajtunk kívül senki nem zenél. Az meg a pláne, hogy ugye beletettem, mondok valamit, mondjuk 30 alapot, felvétel, keverés, mindent megcsináltam, és a kis ujját nem mozdította rajtunk kívül senki. A King Monroe logót, azt kikészítette, mert ugye ez egy korona, tényleg szépen össze van rakva, ez kinek a kezem munkáját dicséri? Az enyém. A mindenesét. Te egyébként ilyen multifunkciós figura vagy? Tehát értesz a beatmaker-kedéshez, a keveréshez, a szövegeléshez, ugye, tehát ezek szerint akkor a grafikus részhez is azért konyítasz valamit, tehát így mennyire nehéz úgymond így mindenben jónak lenni? Figyelj, én most nem mondanám, hogy mindenben jó vagyok, inkább az, hogy van, ami érdekel egy bizonyos szintig, és azt amennyire lehet addig a szintig kitanulom, ez a grafikákban kb. Eddig merül ki, hogy mondjuk ki tudjak találni mondjuk egy valami lightos logót, mint a borítókép is például, és azon kívül annyira nem izgat ez a dolog. De például a Filléres Senki, ugye a Misi, őt nagyon érdeklik ezek, ő tök jó grafikákat csinál. Magyarországon azért azt lehet mondani, hogy egyszerűen az MC-knek nem elég csak jól rappelni, jó szöveget írni, hanem mindenféle egyéb dolog mellé érteni kell. Ez Magyarország szegénységi bizonyítványa, vagy ez máshol is így lehet szerintetek? Amerikában erre van egy producer, egy menedzser, meg stb. Ott annyi pénz is van belőle, hogy ezt lehet fizetni, itt erre nincs pénz. Jó, de hogyha mondjuk Kelet-Európában nézünk szét, mondjuk Romániában vagy Szlovákiában. Oda nem nézünk. Nem, mi például a csapat nagy marketingese, ugye a... De nagy. Megöltem a műsorvezetőt. Szóval a csapat nagy marketingese, ugye Pitta, ő kezeli a Facebook oldalakat, meg úgy minden szöveget ő ír ki legtöbbször, ő találja ki a dolgokat. Ami jól néz ki, azt én írtam. Így van, tehát ha megvan fogalmazva, az Pitta, ha nem, akkor az Ego. Én csak a netszőre rakom, hogy mindenki megértse. Nem, amúgy nem, tehát mindenkinek, pont erre mondtam, hogy megvan mindenkinek a szerepe. Aki amihez ért, azt csinálja. Világos, teljesen érthető. Csak hogy az a kérdés mögött az rejlett, hogy ez egy ilyen kényszer dolog, vagy élvezitek is? Is. Jobb lenne, valaki megcsinálna helyettünk, de ezek olyan dolgok, hogyha mondjuk én valamit jobban meg tudok csinálni, mint hogy most rábízzam valakire, akinek több ideje van, és pénzbe akkor is inkább kerül. Megcsinálom én jobban,
és áldozok rá még időt a kevésből, mint hogy valaki rosszabbul csinálja meg, mint amit én meg tudok. Így van. Ezt mennyire tudjátok ti az előnyötekre fordítani, hogy nincs az, hogy valaki ezt így megoldja helyettetek, majd ráír, hanem tényleg mindenre odafigyeltek, és ezáltal minden a kezetekben van, tehát sokkal inkább tudjátok irányítani a saját zenei pályafutásotok, vagy a saját sorsotokat gyakorlatilag. Hát eddig is minden a zenei pályafutásunkban rajtunk múlott saját magunkon, és szerintem ez egy tök jó dolog, hogy tényleg saját magunkért vagyunk felelősek. Ha valamit elrontunk, vagy valami nem jó, az a mi hibánk. Tehát nincs az, hogy valaki miatt nem haladunk. A mai világban valakitől szívességet kérni az amúgy is az egyik legrosszabb, úgyhogy ja. Jobb mindent magunk csinálni. Persze, egyetértünk. A jössz egyel stílusok. Hát igen, egyet. Tehát hogy azért nekem ne tegyen valaki szívességet, hogy utána jövök neki egyel, az menjen a... A King Monroe Sound oldalára is lájkolja. És lájkolja az oldalára. Jó, oké. Akkor most viszont megyünk tovább egy zenével, jöjjön a Csak csináljuk. Ez nekem ugye kiírta ide, hogy melyik hány BPM-mel van ez a 100 BPM. Az olyan sok? Igen. Miért? Hát ide te írtad, nem én. Hát az oké, de nem 100, de 100 BPM, de az olyan sok. Hát azért egy rap-nótához azért... Hát figyelj... Pörgős. Pörgős, igen, ez a jó hát kifejezés. Hát nyomunk 140-re is, sőt, a legutóbbi az 148,5 van olyan hát is. Hát az már szenvedős. Az még pörgetősnek is, meg ilyen, tehát ilyen darálósnak is még nagyon gyors. Tehát én azt tudom mondani, hogy nekünk a 100 BPM az átlag, kényelmes. Az tök egyszerű. Nem halunk bele, még 110-nél is erőltetjük meg magunkat amúgy. Akkor ez még ezért pont belefér, a 100, akkor ez jó? Félj, igazából minden belefér. Jó, oké. Azt közben elmondom a hallgatóknak, hogy írhatnak nekünk SMS és Viber üzenetet, ha szeretnétek Rap Terápia LP-t nyerni, és a nyereményjáték kérdésünk a következő, hogy mi lesz a Pacek csapatnak az első lemezének a címe, ez már elhangzott az adásban, ha figyeltétek, akkor biztosan tudjátok, jöhetnek a válaszok, SMS és Viber 0630 29 07 55-ös, hogy a srácok által is dedikált Rap Terápia LP-t nyerhessetek, ami szám szerint majd az 54-es lesz, amit itt tartok a kezembe, mutatom a kamerába. Shane 54. Igen, ez nagyon a szadáshoz tartozott. Jó, most helyim ötvenni. Most pedig megyünk tovább akkor a Csak csináljuk című trackkel a Pacektól. Vissza is tértünk továbbra is a Rap Terápia szól az FM 92.4 Maxi Rádióból, és mellettem ül a Pacek triója, vagyis Ego, Pitta és B.I. ebben a sorrendben, ahogy mellettem vannak ugye a srácok. Na, és meg is jött egyébként az első helyes válasz a kérdésre. Viberen érkezett, mondom a számod végét, 694, és ez a telefonszámod vége, az adás után fel fogunk hívni mindenféleképpen téged, akkor még esetleg egy pár szót egyébként válthat is a srácokkal, úgyhogy mindenképpen keresünk, gratulálunk mindenféleképpen, és amit a kezemben lévő lemez dedikálva lesz a te számodra külön. Jó, na akkor menjünk tovább azzal, hogy ugye Pitta idén is országos freestyle bajnok lettél, amivel most már tényleg egyedüliként te vagy aki duplázott, és a minden tekintetben a legsikeresebb freestyle-os vagy Magyarországon. Ezt kijavítanám, mert előttem a Snow Peti már duplázott. Ő is duplázott? Igen, ő is kétszer nyerte meg, úgyhogy ő... Jó, de a jó, oké. Tehát akkor máshogy mondom, hogy kijavítsam magamat. Legeredményesebb. A legeredményesebb mindenképp te vagy. Ahogy veszük, igen. Mikor elindultál az idei országos bajnokságon, akkor te azzal a célra mentél, hogy na, most megnyerem? Most ez teljesen hülyén és flagmán fog hangzani, de most erre az utolsóra úgy mentem, hogy 1000%, hogy megnyerem. Szóval ebben teljesen biztos voltam. De mi az oka? Vagy... Csak bíztam benne, most meg biztos voltam benne. De miért? Az ellenfelek nem voltak jók, vagy tudtad, hogy kik indulnak-e, és úgy gondoltad, hogy mindenki jobb, vagy azon alapon úgy keltél fel, hogy bombaformában voltál, vagy mi volt ennek az oka? Egyáltalán nem voltam bombaformában. Úgy, de nem minden bajom volt. Nem, amúgy ezt a műfaj szerintem csak úgy lehet csinálni, hogyha elhiszed, hogy te vagy a legjobb, és ezt de most konkrétan nem mondok neved, de volt, aki úgy állt fönt ott ellenem, hogy láttam, hogy remeg a lába. Most akkor azt már megetted, amikor hogy megszólaltál volna, mert fél tőled, mert ismerél. Remeg a lába. De ilyenkor tőled fél szerinted, vagy attól a nagy közönségtől, ami mondjuk ott volt a színpad előtt? Hát biztos beleszámít a közönség is igazából, mert mondjuk amikor először ezen a műjégpályán, amit először ott volt megrendezve, azért ott én is elszédültem, amikor először láttam azt a sok ember, de nem először állt oda feszülve, mondjuk aki eljutott egy párba, igaz, már volt ezen a színpadon, hozzászokhatott, azért most nem mondom, hogy tőlem félni kell, meg mit tudom én, de most ha tudom, hogy Eminem ellen állok fel, akkor valószínűleg én is megijedek. Micsoda hasonló. De amúgy én szeretném megdicsérni, hogy azért szerintem aki feláll ellene, az egy bátor ember, aki valaha hallotta már őt rappelni, főleg amikor elemében van, akkor az vakmeleg.
Volt olyan, hogy az ember másfél órán keresztül magánkívül volt, olyat rappelt, hogy olyanokat mondott, hogy azt szerintem nem írnám le. Akkor sajnos szó szerint olyan állapotban voltam, hogy szó szoros értelemben kívülről láttam magam. Láttam magam ott ülni a padon, úgyhogy volt baj. Hogyan lehet készülni egy ilyen versenyre? Nem kell rákészülni. Ha tudsz, akkor nem kell rákészülni. De akkor nincs az, hogy akkor előtte való hetekben azért nyomod a freestyle-t a haveroknak? Felesleges? Figyelj, most olyan szempontból annyi volt, hogy most nem mondom, hogy egy-egy verzét nem mormoltam el magam, meg ha szereti ezt csinálni, akkor amúgy is így nyomod egyszer-egyszer, vagy így beoltogatod a hülye haverjaidat, vagy valami, vannak ilyenek. De úgy erre görcsösen nem lehet készülni, és speciál két héttel azelőtt, hogy volt a verseny, nem is akartam nevezni, ez egy teljesen utolsó pillanatos döntés volt, hogy nevezek. Én megmondom őszintén, vártam arra, hogy behívnak a zsűribe, mint ahogy az előző évek bajnokait, ez nem történt meg, most vagy a kiadó miatt, vagy csak úgy amúgy voltam lecsicskítve, ez teljesen mindegy. Gondoltam, hát ha nem, akkor viszont megyek és köszönöm a 100 000-et, úgyhogy... Megyek, kapjátok be, elviszem a 100 000-ot! Yeah! Ja, úgyhogy én utolsó pillanatig vártam rá, hogy megkeressenek, ezzel nem kerestek meg, úgyhogy akkor viszont mindenképpen nevezek, mert ezzel mindig is úgy voltam, sokan kérdezték, miért nem akasztom más szögre, mert stoplist meg ilyeneket. Amíg engem nem tud valaki megverni, addig engem illet ez a lóvé, úgyhogy... Uh-huh. Szóval az OSG meghívja 100 000-ért a Pittát, vagy a Pitta 100 000-ért megnyeri. Nem, amúgy mindenféle nagy képviséget félretéve, szóval... Egyébként ez mennyire olyan, mint a box, hogy nem elég egyszer megvédeni a címedet, hanem minél többször meg akarod mutatni, hogy igenis te vagy a legjobb. Hát jelen pillanatban csak azért védeném meg még egyszer, hogy a Peti nem mondhassa a Snow Peti, hogy ő is megnyerte kétszer, de amúgy olyan szempontból meg, hogy vannak nagyon ügyes, tudok olyan nagyon ügyes freestyle-osokat, akik nem jönnek el. Most nem azt mondom, hogy én így ettől kevesebbnek érzem magam, de nem gondolom mondjuk, hogy akármelyiküket nem tudnám legyőzni ugyanúgy egy adott párbajba, és nem akarom megkapni senkitől, hogy én úgy nyerek, hogy ő nincs. Hát én nyertem már mondjuk olyat, amivel más indult, olyat nem nyert ellenem senki. Engem egyik előző bajnok se vert le, úgyhogy... Ki volt a legkeményebb ellenfeled idén? Hát nem volt. Ezt komolyan mondod, hogy mindenki ilyen papíronaka is, papírkés? Ugye ez úgy minden? Történt, úgy... hogy kiválasztottak talán 8 MC-t, talán... Ne. Talán egyet kellett párbajoznom, meg volt egy döntő? 4 volt. Igen, legjobb 4-et. Egyet kellett párbajoznom, az említett srác ellen, aki láttam, hogy meg van ijedve. Ő amúgy ügyes volt, abszolút ügyes volt, de hát ugye nyilván, ha valakin meglátod, akkor vérszemet kapsz, és onnantól ez annak lőttek szegénynek, és ugye a döntőben meg a Spirit nevű hölgyel kellett, egy hölgyel párbajoztam, akit meg ugye el is ástam volna magam, ha nem én nyerek, szóval respekt a női rapnek, meg minden, de ő inkább ilyen dalolászós volt, meg, szóval nem teljesen ez a stílus, hiába találja meg a rímeket. Most, hogyha 3 darab szót nyújtok el egy mondatba, akkor rímelek neked hajnal hasadtáig. Azért az, hogyha ez le van darálva, azért szerintem érdekesebb, és mindenképpen győzelmet ér. Ez így is történt. Az ebben mindent az, hogy respekt a női rapnek. Megmondom őszintén, hogy én amióta ez a műsorom megy, én tényleg arra vágyom, hogy találjak egy olyan női MC-t, aki jó. Aki tényleg jó, és hozza legalább a srácok közepes szintjét. Én azzal megelégszek, de nem találok. És lehet, hogy ez az én hibám, tehát hogy tényleg nekem küldhettek demókat csajok, de valami jót küldjetek. Régnál a Diazhoz. A Dia, igen, ő nagyon jó volt. Igen, ő például ügyes volt. Ő szájót tolott. Igen, ott. De hát ő hát az már mikor volt? Az már nem mondom, hogy régen, ja. Tehát az már nem a az a baj, hogy a legtöbb női rap ma már az vagy valami nyálas hülyeség, ilyen lagymatag, vagy másik véglet, hogy a legnagyobb szajha. Uh-huh. Sajnos egyet tudok érteni. Tehát, hogy ő kőkemény oda mondja, és hogy ő él, ő mindenkivel összeizél, tehát jellemtelen, úgy gondolom, a magyar női rap. Pedig én tényleg bízok benne, meg hogy nem is van. Nagyon van, úgyhogy. Igen, meg nem nagyon van. Igen. De ennek mi lehet az oka, hogy ez egy ilyen férfias stílus ez a rap? Tehát, hogy így a csajokat amúgy sem nagyon szeretjük oda engedni a mikrofonhoz, vagy minek az oka szerintetek? Szerintem ez itt így van, de Amerikában egyáltalán nem így van. Azt szerintem a vagányság hiánya. Ja, hogy nincsenek, nem elég vagányok a magyar csajok? Nem elég tökösek. Ja, hát tényleg én biztatok minden csajt, hogy rappeljen, csak tényleg, csak, én csak nem úgy, találok. Hogy ne halljam. Jaj, de kedves, nem, tényleg én szeretném hallani is, csak nem találom. Jó, te mikor így nekivágtál ennek a versenynek, akkor a nyeremény volt az, ami inkább inspirált, vagy a cím, amit kapsz érte? Nem fogom szembeköpni magam, most jobban érdekelt a 100 000, mint azt, hogy megnyerjem másodszor is. Ellenben, amikor megnyertem másodszor, és már pont nem érdekel a 100 000, akkor már
majdnem, hogy mondhatom, hogy meghatódtam tőle, hogy azért jó flash volt. Most már jobban érdekelt, megmondom őszintén, mert főleg azért, mert tényleg nem nagyon kihívás most már. Aki kihívás lenne, az már nem versenyez. Akit én ismerek, és aki jó. Több ilyen is van, ők már nem jönnek el. Most van, aki nagyon ügyes, de olyan zavarba jön egy ilyen színpadon, vagy éppen rossz napja van, hogy egyszerűen akkor se tudna megfogni, hogyha fél álomba lennék, érted. Hát jó, körülbelül egy éve beszélgettünk itt a műsorban, akkor elég szomorú képet festettünk le összességében a freestyle-ról, mint műfajról. Szerintetek, ezt mindenkitől kérdezem, változott ez valamilyen irányba, pozitív vagy negatív irányba? Nem. Pont ugyanolyan rossz, mint volt egy éve. Ego? Szerintem is egyértelműen, mert én járok még mindig a dialektusra, ott azért van egy-kettő tehetséges figura, én is néha így benevezek, kisebb-nagyobb bukással, őszinte leszek. Néha úgy érzem, hogy elkapom, néha nem, inkább nem, de ha több időt belefektetnék, akkor lehetne sokkal jobb is. Meg amúgy szeretem, szóval nem az van, hogy azért csináljad, hanem élvezem is. De amúgy ez az, ami még hiányzik a mai fiatalokból, a megfelelő önkritika. Tehát, hogy oda megy és neki, amúgy ő élvezi, hogy feláll, és abban a 45 másodpercben, amíg ledarálja a kis verzét, ő is önkívületi állapotban, azt se tudja, mi történik, csak nyomja, ha jó, ha rossz. Ha rossz, akkor sem csügged, nem baj, majd jövök legközelebb, és jó, élvezi. Tehát a kitartás az hiányzik egyébként? Meg az önkritika, tehát, hogy ő megmondja azt, hogy bukás volt, ez nem volt olyan jó, tehát hogy megvan az önkritikája, érzi, hogy mennyire jó, ez már nincs meg. Nem azt mondja, hogy a személy zsűri, hanem bevallja, hogy így van, így van, voltam. Így van. Nem hőbörög ott a színpadon, hogy pont így szoktak amúgy adajon. Három stroke. El kell fogadni a nagyobb tanácsát szerintem. Amikor Pitta azt mondja, hogy ez és ez így van, akkor az úgy van, mert úgy van tényleg. Mert kicsoda? Mert ki jö, hogy ő az úgy van? Tényleg, ő ezért. Hát amúgy igen. Azt mondtad, hogy az a baj, hogy nem indultak el azok az emberek, de hogyan lehetne összegyűjteni azokat a tényleg a legjobb freestyle-osokat valahogy? Több tőke kéne a verseny mögé? Tehát mondjuk vagy a nyereménynek kéne valahogy komolyabbra venni? Vagy mi az oka ennek? A szervezéssel van probléma esetleg? Így van. Egyszerűen ők is látják már azt, hogy ennek se jelene, se jövője nincsen. Szóval például a 2014-es országosan a Big Mac mint zsűri levonult a színpadról pont ezért, mert közel 60-70 nevezőből a végén egyszer csak bebőfögtek 4 nevet, hogy akkor ti vagytok is. Ja. Szóval úgy le van zavarva, hogy szállom. Jó van gyerekek, csak menjetek már, szóval megértem, hogy nincs kedvük menni, viszont ők megértsék meg, hogy én nem hagyok ott egy kilót, érted? És kérek egy szabad napot szombatra, oda megyek, és egy kilóval gazdagabban megyek haza. Azért ő nem nevez, hát... Százezres óra bér. Tehát ha újra lennének elős elejtezők, és a döntőben tényleg az lenne, hogy akkor lenne egy legjobb 8, vagy legjobb 16, és akkor tényleg egy óriási show lenne a döntő. Igen, akkor lenne rá kereslet is, mert így azt látják az emberek, hogy fél lábúak ugrándoznak jobbra-balra. Tényleg nincs semmit, nem nívós a verseny. Ne vár. Vannak nagyon ügyesek, senki ne vegye ezt fel, vannak nagyon-nagyon ügyesek, de mondjuk 10-ből 2 az, aki megérdemelne mondjuk akár egy harmadik helyért történő párbajozást is. Nagyon sok olyan van, aki egyszerűen nem is értem, hogy miért áll föl ennyi ember elé. Főleg olyanok mondjuk, akik nem mennek el először mondjuk 50 ember elé freestylozni klubokba, vagy ilyen rendezvényekre, például amit mi is csinálunk, hanem ő úgy gondolja, hogy én 1-5 ezer ember előtt égetem le valamiért. Szóval. És utána meg összetörik teljesen, hogy úristen, nekem nem sikerült, én abba is hagyom. Hát. Uh-huh. Pedig lehet, hogyha kicsit gyakorolt volna, és kisebb klubokba kezden, akkor lehet, hogy a színpadi mindenképpen kell, szóval nem mindegy, hogy úgy állok ott, mint az X lakodalomba, érted, vagy mondjuk be tudom járni a dolgot, érted. Hozzá egyébként egy ilyen versenyen való elindulás egyébként kis nevet, vagy egy kis odafigyelést, a reflektorfény mennyire irányul ilyenkor rád, vagy rátok? Semennyire. Semennyire? Egyáltalán. Ennek már ennyire nincs értéke? Egyáltalán. Meg egy pár éve még talán, ilyen 2011-12-ben még talán, szóval én alapvetően először engem ezáltal ismertek meg egy páron, és nem azt mondom, hogy nagy hallgatóságra tettem szer, de ez a közeg indította el minket talán így Cseperről kifele, de ma már, szóval azt, hogy én kétszer megnyertem, az javarészt nem érdekel senkit. Uh-huh. Szomorú. Azért ez elég szomorú. És mit gondoltok, hogy lehet ezen változtatni, vagy ez már kész, ez már annyira összedőlt ez az egész rendszer, vagy ez az egész hozzáállás már olyan rossz, hogy ezt már nem lehet egyszerűen. Az a baj, hogy ezt szerintem olyanok szervezik, akiknek köze nincs ehhez. Aha. Meg nincsenek rendezvények, hanem van egy évben egy országos, meg amit mi csinálunk. A dialektus, és ebbe ki is merült. Tehát
senki nem foglalkozik a freestyle-al Magyarországon. Nincs belőle elég pénze, tudod, és nem éri meg foglalkozni. Évente egy ilyen kötelező kamizét lenyomnak 4 MC-vel, akit bejuttatnak a döntőbe, az tényleg oda van hányva. Szánalmas. De egyébként, hogyha mondjuk lennének mondjuk vetétársai a dialektusnak, annak örülnétek? Persze. Igen? Nem tartanám konkurenciának. Én azt mondanám, hogy végre valaki más is foglalkozik vele, és ezt közösen is lehetne építeni. Én elmennék és megnyerném a versenyeiket. Így van. Megnyerni az összes pénzt. Aha, és akkor az ő versenyeikről a győztese pedig eljönne, és akkor mondjuk ott nálatok. Össze lehetne hozni amúgy simán, akár egy fedél elé, egy nagyobb rendezvényre, érted? Ugye ti szervezők is vagytok ebben a részben. Ez mennyi, tehát mi lehet az oka, mik azok a nehézségek, amik mi miatt nem, egyszerűen nem történnek ilyen freestyle versenyek? Pitta. De amúgy vicces, mert amúgy nagyon sokan az előző 2 évadból a dialektuson sokan azért nem jöttek le, mert az ember 10 fordulóból megnyert 7-et. Uh-huh. Voltak itt ilyenek is, például tudok egy tipikus közegről, ami mondjuk áll egy 3-4 MC-ből és az ő társaságából, akik azért nem jöttek le az idén megrendezett versenyeinkre, mert hogy ezzel az RTM-et fogják támogatni. Amit azért hozzátennék, hogy mi nem kaptunk támogatást erre az RTM-től, és ez nem egy RTM-es rendezvény volt, ezzel csak a kultúrát támogattuk mi, mondhatni úgy, hogy szinte saját zsebből, mert 2 buszjegyre nem maradt pénzünk abból, amit ott kerestünk a belépőkből, hanem kifizettük a belépőket, nyilván fogyasztottunk, hányásig. Szóval ezt csak a szeretetből lehet csinálni. És ebből nekünk konkrétan 0 anyagi hasznunk van. Egyébként jelentkezők vannak? Tehát vannak új arcok, akik évről évre jönnek, abszolút, hogy igen? Most egész jó kis banda jött össze, megint vannak köztük elég tehetségesek is, vannak, akik nagyon sokat fejlődnek is, meg tényleg összeállt egy jó brigád, egy olyasmi, mint amikor én lementem, amikor volt, hogy ismertem az összes MC-t, tudod, sokan voltunk, most van megint egy ilyen, hogy ismerik egymást, jóban vannak, együtt bandáznak, zenélgetnek, és az jó flash, hogy ezt relatíve mi tarthatjuk össze. Uh-huh. Ja, hát akkor innen javasoljuk a pozíciós parti szervezőnek egyébként, hogy érdemes ezzel foglalkozni, mert megvan a varázsa, megvan tényleg minden megvan hozzá Magyarországon, ami kell, csak kicsit jobban oda kell figyelni. Adjanak nekünk pénzt, és majd mi megszervezzük. Jaj, és tényleg egyébként, ha odaáll mondjuk egy bármelyik multicég odaállna mögétek, és azt mondja, hogy adok x forintot, hogy... Biztos, hogy nagyon minőségi lenne. Igen? Tuti. Tehát akár mondjuk az úgynevezett országos versenyt is lenyomnátok? Ennél csak jobban lehet lebonyolítani, ne is haragudj. Tehát lejössz egy dialektusra, és az jobb minden szinten. Mindenképpen úgy csinálnám, hogy nem bezsúfolnám egy egész napos össze-vissza programok közé, hanem külön csinálnám. Akár külön a beatbox-szal, vagy külön az lesz. Az, hogy megy a rep, és mellettem elsúlyan egy cross motor, ez azért elég gyukor. Hát, közben 3 igen. Fellépés, egy beatbox, na, akkor itt vannak a döntősök, azt se tudják. Azt se tudja senki, hogy kikivel van, vándorolnak egyik színpadról a másikhoz, mert itt most éppen ez reppel, ott most éppen ez van. Nem, ez így nem jó, ezt így nem lehet megcsinálni, nem csoda, hogy ki fog kopni teljesen az egész. Uh-huh, uh-huh. Tehát ezáltal gyakorlatilag ledegradálja magát ez nagyon. Az egész. Az egész stílus pedig, ha lehet mondani valamit, akkor a freestyle az, amikor a pillanatban él a hip-hop. Tehát, tehát abban a pillanatban él az egész. Tehát, hogyha valaki igazi hip-hopot akar hallani, az menjen le, és egy freestyle-t hallgasson meg, mert azt egyszer meghallgatod, és az ott marad, kész. Hát a dialektuson olyan üvöltözések szoktak lenni, amikor valaki elkap egy verzét, hogy az, tehát hihetetlen pillanatok vannak. Tehát kicsit túlozom, mondanám azt, hogy ott történelem folyik, de sajnos emiatt, hogy ilyenek a hozzáállások, meg a közeg, az ezért nem. Na ezen tudunk nagyobbra törni. Így van. De pont a beatbox és a freestyle az a kettő eleme a hiphopnak, amivel a nem hiphop hallgató közeget is meg tudod fogni. Tehát egy nagymama ugyanolyan kíváncsi egy freestyle-re vagy egy beatboxra, mint bárki mondjuk közülünk szerintem. Tehát, hogy annyira egyszerű lenne ezzel megfogni ahogymond a nem rap hallgató közeget is, és mégse csináljuk. Az a baj ezzel, hogy őket lehet, hogy egyszerűbb ezzel megfogni, viszont a mai rap közeget, aki itthon most leginkább ezt a stílust hallgatja, őket már nehezebb. Ő átment egy nagyon fiatal vonalba, aki már idősen most kiindulok magamból, vagy a B-jéből, vagy akár az egóból, nem megyek el egy rap partira, mert tudom, hogy mi van ott. Lehánynak, leöntenek, széttaposnak, üvöltöznek. Nem vagyok már rá kíváncsi, de azt akarom ezzel mondani, hogy idősebb az már nem nagyon jár ilyen rendezvényekre, őket nem tudod már megvenni, aki fiatalabb, azt már nem nagyon érdekli. Vagy nincs rá pénze. Igen, úgy, amit te mondtál a műsor elején, mondjuk egy Steel Drill-ről, tudod. Ők már nem tudják azt annyira beérezni, hogy mi az a freestyle. Fiatalabbként én voltam nem egy ilyenen,
most már nem élvezném. Szóval már így szinte alulja az egész számomra. Úgyhogy 6 hónapja van effektíve, aktívan velünk az ember, és olyan sok mindenben látod, hogy szerintem érettebb is lett sokkal. Nagyjából meg tudjátok-e határozni, hogy önszántatokból, nem fellépésre, nem fellépni, hanem önszántatokból elmentetek egy hip-hop buliba, az mikor volt? Hát én idén biztos nem voltam hip-hop buliba. Most mondjuk az RTM garázs meg a parti, az számít. Nem, olyat mondjál, ahol nem fellépni mentél. Ja. Ma nem azért, hogy mert kíváncsi voltál, vagy a bulira, vagy valaki elhívott, vagy a fellépőre. Még én sem voltam. Ja, hogy abszolút nem voltatok életetekben. Életünkben voltunk most. De idén nem. Ja, hogy idén nem voltatok. 27 évesen már nem volt. 2-3 évben én már nem voltam. De milyenek azok a parti hangulat? Változott meg annyira? Vagy annyiszor hallottuk már ugyanazokat a dalokat, hogy már nem vagyunk rá kíváncsiak? Ez is, meg olyan igénytelen a szervezés. Lemész. Meg az előadás. Ki van írva, hogy mit tudom, mondjuk 11-kor ez az üzé fellép, jó van, vereked át magad a tömegen, ilyen pitiánerként van kezelve az is, aki fellép. 11 helyett egykor lép fel, te hajnali 6-kor még ájuldozó, mert még mindig nem volt az, akire te lementél, szóval nem szeretjük mi már ezt. Amúgy én azon se lepődnék meg, ha az OSG pár éven belül úgy néz neki, hogy van egy nagy színpad, és amúgy ott mennek a cross motorozgatások, bicikli, stb. Deszkázás, és semmi freestyle, beatbox, ilyesmi. Vagy maximum valami kis, ilyen csöves kis valami felugró fellépőn, szopaton. Igazából ez egy extrém rendezvény volt, tehát extrém sportrendezvény, csak aztán valamiért a hip-hop ez túlnőtt ezen az extrém mozgalmon, és ennek ellenére nem kezelik a helyén az egész hip-hop stílust. Én azt látom. Mennyire gondoljátok ezt? Csak a pénz. Aha. Itt egyértelműen sok dolog már arról szól, miből mennyit tudsz kivenni. Szóval ilyen szemtelen 1000 forintos belépők olyan előadókra, akinek amúgy tényleg respekt meg minden, de mondjuk havonta megnézhetem őket 4-szer, ha akarom. Ugyanott. A közeg meg erre azt mondja, hogy 1000 forint. És befolyásolni tudja vele a kis fiatal srácot, meg a kislányt, mert elmegy, mert vakon szereti őket, és elkéri anyutal aputal az 1000 forintot, meg a úti költséget, és ott hagyja nekik, és ez nekik nyilván jó. Nyilván ezért sem engednek maguk közé senkit, érteni. Jó, akkor ezzel a témával folytatjuk, de csak a zene után jön egy pacekdal. Továbbra is a Rapterápia szól az FM 92.4-en, a Maxi Rádióból, és mellettem a pacek formáció, B.J., Pitta és Ego. Ciao, sziasztok! A Rapterapeuta ismét, B.J., sziasztok! A Rapterapeuta, igen, köszönjük, hogy meghívtál a műsorra. Jöttek én az előző beszélgetésre hozzászólás, Kovács Ádám írja például, hogy pozitívan csalódtam a srácokban. Még egy új is jó fej, írt 3 smiley-t. Amúgy ő a legjobb fej a csapatban, hozzáteszem. A legnormálisabb, jól neveltebb, mi meg, na mindegy. Tehát ti viszitek a tróger vonalat, ő meg a jó fiút. Hát azért ennyire ne degradáljuk le magunkat, hogy tróger vonal. Egyáltalán nem vicces a helyzet. Én is tudok eléggé úgy viselkedni, csak... Mindegy, az a lényeg, ő a legjó szívűből. Így van, ő a jó szívű egyedül, mi meg... Mert még fiam, azért... Egy pár év még nincs betörve. Igen. Így van. Dolgozunk rajta. Pár év múlva úgy fog taposni minket. Lehetséges. Na, de visszatérve kicsit a hazai hip-hopról, beszélgessünk ebben a témakörben. Múltkor, amikor itt voltatok, nagyon sokat panaszkodtatok arra, hogy milyen nehéz úgymond hírnevet, vagy ismertséget, hallgatottságot szerezni. Mit gondoltok, ezen a téren mennyit léptetek előre azóta? Ez egy igen érdekes kérdés. Igen. Megjártunk azóta egy olyan lépcsőt, illetve egy olyan részét a dolognak, ami lényegében mindenki elkezdi, szóval olyan szeretetet is kaptunk, és olyan közönségnek is zenélhettünk, hogy tényleg erről álmodik a magyar, de viszont így történtek tekintetében nem vagyok benne biztos, hogy ez feltétlenül a mi sikerünk volt, ez viszont megint csak egy kérdőjelet hagy maga után a kérdésedre, hogy ez mennyire nehéz. Kaptunk egy hallgatottságot, most ez meglátjuk innentől saját. Így van, tehát most már tényleg abszolút magunkra vagyunk utalva, ezután majd kiderül, hogy mire megyünk egy magunk. De nem féltek akkor ezen az úton, nyomjátok tovább, mert... 10 éve ezen az úton vagyunk, úgyhogy... Akkor máshogy kérdezem, a fejlődésetek az töretlen? Biztos. Hát nekem muszáj. Még biztos. Jó. Mi már csak visszafejlődünk. Nem. Van-e esetleg egy olyan lépcső, egy olyan akadály, amiben mondjuk így tudjátok, hogyha mondjuk azzal jön, hogy belebuktok, vagy így elbukhatnátok, hogy így ki... Ha kiderülne, hogy ki a legnagyobb alkoholista a csapatban. Hát már csak az kéne. Igen, úgy komolyra fordítva a szót, én úgy gondolom, hogy mi most azért megléptük azt, amit te kérdezel, hogy mindent elveszthettünk volna akkor, amikor be, meg mindent elveszthettünk volna akkor, amikor ki. De hogyha
ha nem csinálnánk valamit jól, akkor el is fordultak volna tőlünk, de szerencsére ugyanúgy mellettünk vannak, akik innen is ölelünk, puszilunk. Nagyon pasilunk. Kevés negatív kommentet kaptunk erre, hogy mi kiléptünk volna az értelmbe, vagy kilépünk, és ezáltal. Szóval, de nagyon minimálisat. Én például egyetlen egyet sem kaptam. Max rákérdezés volt, hogy miért is. De tudják rólunk, hogy jó fejek vagyunk és közvetlenek, nem azért, mert nagyképűek. Meg egó is vagyunk. Nem, de tényleg, szóval ránk jó, mondjuk olyan is, bocs, mondjad. Ránk ír bármi, szívesen válaszolunk nekik, beszélgettünk velük, szóval... Most ezt, hogy bemondtad, olyan... mindenki ránk fog írni. De tényleg hazanettek lehet, hogy... Én senkivel nem beszélgetek, ne írjatok rám, utállok titeket. Persze. Szeretek mindenkit, de egónak átirányítom az ellenet. Egó telefonszáma 0670-777-98765. Ezt a csávot ott... Egy kicsit több karakter volt. Amúgy tényleg, mondjuk már valakinek a telefonszámát. Ilyen 14 éves lányok fogják egymára vagyunk. Várjál, mondom a telefonszámot. Jaj, Istenem, jó. Szólítottál? Nem. Ennél amatőre poén. Jó, akkor másik kérdezem. Most ti már azért úgymond ismerté váltatok valamilyen szinten. Ezt a ti neveteket fordítjátok-e arra, hogy ti felkaroljatok valaki másokat, akik mondjuk, hogy megérdemelnék, hogy ismerjék őket, de King Monroe Sound. Tehát akkor gyakorlatilag igen a válasz. Így van. Igen, aki megérdemli, és tényleg egy tehetséges valakiről van szó, vele mindenféleképpen szívesen foglalkozunk. Mondva csinált sztár, az van elég a így van. Mi kiadónkban is. Amúgy én hozzátenném, hogy hosszú évek után szerintem Ego az egyetlen, aki ezt szerintem megérdemelte, mert most nem akarok számot mondani, szerintem egy 10-20 ember legalább, és ha lehet, hogy keveset is mondtam, aki megfordult mellettünk, és mindenképpen abból akart hasznot, meg sikert szerezni, hogy majd mi felhúzzuk, amennyire a nevünk engedi, hát ezt... meg mit tudom én, az, hogy ingyen alapot esetleg, vagy ingyen keverés, meg ilyesmi. Tehát ő volt az egyetlen. Van, aki él a lehetősége, van, aki nem. Így van. Szépen köszönöm, és úgy vagyok fel, aki ezt tiszta szívvel csinálja, és akarja, és aki egyszer ezt megszerette, azt nem tudja a baj. Gyalog mész haza. Jött egy üzenet, ezt muszáj most beolvasnom. Ego, te vagy a legjobb. Ennyi. Nagyon szépen, de még láttam, nézd ezt az őszinte beherősödést, de tényleg. Be van izgulva, rezeg a szipka. Mi is így gondoljuk, azért szívjuk a vérét. Így van, féltékenyek vagyunk Egóra, ne dicsérgessétek, minket is dicsérjetek, kérlek. Légy szíves. Jó, ez kicsit gonosz volt most egyébként, de tényleg nem. Dehogy nem. De dicsérjetek már. Jó, visszatérve a hip-hopra. Nincs. Gyakorlatilag tagadhatatlan, hogy a legnépszerűbb zenei stílus irányzattá nőtte ki magát egyébként, nem csak a fiatalok körében, hanem azért az össztársadalmat nézve. Tehát én már látok például hip-hopos fölsőbe egyébként 40-50 éves figurákat, tehát nálam 10-15 éve idősebb embereket is, és büszkén vállalják azokat az előadókat, vagy azokat a logókat, amik a pólójukon, fölsőjükön van. Mit gondoltok, hogy valamit oda súgtál. Tehát így ezért rádióadás, most nem súgdolózunk. Tehát mit gondoltok, hogy van-e egy olyan kor, ami fölött így már nem nagyon illik egyébként repzenét hallgatni, vagy ez már tényleg mindenkinek szól? Én azt gondolom elsősorban, hogy aki 40-50 éves és ilyen pulcsiba járkál, az valószínűleg a fia kinőtt pulcsiába járkál. Amúgy egyáltalán nem ciki, meg örülünk, mindenki örül neki, érted? Aki felmeri ezt vállalni, érted? Most a legtöbb, akit én ismerek a köreinkből, ilyen idősebb 40-50-es korosztály, ilyen nagy rocker, meg ezeket a vonalakat viszi, mégse börtangába sétálgat a konyhába, érted? Attól függetlenül ezt tök jó, hogyha valaki föl tudja vállalni. Én is szinte csak repzenét hallgatok, és azért rám nézel, nem és... vagyok. Jó, van, amikor azt veszem fel, azt is nagyon szeretem, de én ezt az elegánsabb vonalat is már képviselem. Uh-huh, uh-huh. Azért mondjuk, hogyha mi belegondolunk a mi szüleinknél, azért már volt egy Run DMC, ami akkor ment, és ez óriási sláger volt Magyarországon is, tehát most csak egyet emeltem ki, nem is feltétlenül a leg undergroundabb sztorit, és valamilyen akkor se terjedt el a hip-hop, most viszont a rockzene háttérbe szorult, és sokkal inkább előtérbe jött a repzene, és főképp a hazai repzene, tehát egyre kevesebb olyan hallgató van, aki külföldi zenéket hallgat, vagy külföldi zenéket is hallgat. Ez mennyire probléma? Hát ez mindenképpen probléma, szerintem. Szóval alapvetően azért például a kokáért Amerika, illetve a Nyugat mindenképpen előttünk jár, ergo amit itthon hall, mint magyar, az valószínűleg annak a valahanyadik másolata. Mindenképpen első kézből a legjobb minden. Amerikában olyan zenék mennek, amik itt Magyarországon, ha most én előadnék egy olyan zenét,
akkor az fújolás mondják, hogy ez szar. Azt mondják, hogy ez szar, hogy ez nem jó. Amerikában meg 280 millió zenék vannak ilyenekből. 2-3 évvel le vagyunk maradva csúnyán. Tehát az elején, tehát nézd meg azt, hogy van például a Farkasok, SM, Bírszi, azt hiszem, nem is tudom, ki van benne. Igen. Furacsi. Igen. És ugye van a Kötél. És ha azt nem most hozzák ki, hanem mondjuk 3 évvel ezelőtt, akkor nem biztos, hogy ekkora sikere lett volna. Tehát az a baj, hogy annyira le vagyunk maradva dolgokkal, hogy tehát tényleg, hogyha most kihozok egy olyan zenét, ami ott kint Amerikában megy akár, vagy Németországban is, akkor egyszerűen lecinkelik az egészet, hogy ez nem jó. Tehát annyira éles váltás lenne nekik. Meg ha jó, és akkor is azt mondják. Csak ha jó, és akkor is azt mondják, hogy te minek próbálod ezt kopizni, neked ez nem megy. Ja. Tehát meg lehet nézni az alapok, meg a hangzások színvonalát egy külföldiéhez képest. Nulla. Tehát... De igen, ennek ellenére én azt gondolom, hogy az utóbbi 10 évben pont az alapok és a hangzás javult a legtöbbet egyébként, mert eddig is voltak nagyon jó flowjú MC-k, de valahogy azok az alapok nem szóltak úgy. Én most már simán bemerem tenni egyébként mondjuk egy BE instrumentált, és simán bemerek tenni egy Dre mellé, mert nem érzem azt, hogy sokkal jó, gyengébb lenne. Jó, csak ez megint egy olyan relatív dolog, hogy én egyszerűen, tehát ha van zenei példakép, akkor az a Dre. Nagyon sok Dre-t hallgatok, nagyon tisztelem a munkásságát, követem is izomból, és amit tudok a saját ízlésem szerint, beépítek. Viszont ez megint más abból a szempontból, hogy tehát én Dre-n kívül, tehát izomból követem az amerikai dolgokat. Én azt veszem alapul. És a legtöbb magyar producer meg azt veszi alapul, hogy itt egy minta, ráírunk valami hamis basszust, 4 dobhanggal, 5000 forintért eladom valakinek, mekkora király vagyok. Producer, buy, mix, master, kedvenceim. Értem, hogy mit mondasz, meg értem, hogy mire akarsz rávilágítani, de hogyha mondjuk az amerikait és a magyar hangzást hasonlítjuk össze, akkor még mindig azt érzed, hogy ez borzasztóan sokkal gyengébb, mint az amerikai? Igen. Ti is ezt gondoljátok egyébként? Én pár beatmakert és akár hangmérnököt is tudok csak mondani, tehát egy kezemen meg tudom számolni, és talán 5 biztos, hogy nincs, akire azt tudom mondani, hogy ezek nagyon ügyesek, és amerikai színvonalat hoznak. Nagyon kevés. Annyira... Nem vagyok ebbe benne igazából. Nem vagyok. Nem szerintem, értem, hogy nem hallgatok. Szerintem viszonyatosan gyenge. Nem értünk hozzá. Szóval a Gabi, aki ért hozzá, de ő nagyon. Nekem nem tudom máshogy megfogalmazni. Nagyon gyenge szerintem, amit a magyar közeg képvisel, és ismertebb előadók is, amilyen alapokra, amilyen hangzással csinálnak, az szerintem sokszor nagyon szörnyű. De bízunk benne, hogy ez folyamatosan fejlődik és változik. Fejlődik, és csak azt látom folyamatosan, hogy mindig amennyit fejlődik az amerikai vonal, mi annyit, ugyanannyival a távolság az megmarad. Így van, az mindig megmarad az a 2-3 év egyszerűen. Vannak törekvések amúgy, amikor kijön 1-2 és az mondjuk elcsípik, és akkor azt megpróbálják lemásolni, de egyszerűen annyira bele van rögzülve az emberekbe valami. Most mondok valamit, van egy ismertebb előadó, neki bejön a cucca, és mondjuk egy 2-3 évvel ezelőtti hip-hop hangzás van lemásolva, mindenki azt akarja másolni, és mindent ahhoz mérnek. Nem azt mondják, hogy te figyelj, már kijött a, most mondok valamit, a Drake lemeze, vagy a Dr. Dre lemeze, vagy a J. Cole lemeze, vagy a Kendrick Lamaré, vagy a Pittáé. Így van. Hanem azt mondják, hogy te figyelj, kijött az XY magyar lemeze, hát ez a világ legjobb lemeze. Tehát nyilvánvaló, hogy nem, meg persze kell szeretni a dolgokat, ha tetszik, csak szerintem azért hasonlítsuk össze egy külföldivel azért. Nincsenek rákényszerítve, szóval ismerek testközelből olyan előadók, na testközelből okosan, szóval személyesen olyan előadókat, akik minősítetetlen dalokat hoznak ki, amit a minőséget illeti, és olyan lejátszása van mellé, hogy jó Isten, gyere le! Olyannal, hogy itt beleüvöltözik egy 600 forintos talpas mikrofonba. De tényleg. Rárak 2 effektet, és akkor 100 000. Az meg még nagyobb baj, hogy a hallgatókat ez nem érdekli. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk mára tőletek. Hát ez volt Pacek, Pitta, B és Ego a stúdióban. Köszönöm, hogy itt voltatok a műsorban. Köszönjük a meghívást és a lehetőséget. Tartsatok velünk jövő héten is, akkor Tibes lesz a műsor vendége, úgyhogy akkor is érdemes lesz minket hallgatni. Most jó éjszakát, sziasztok, búcsúzunk egy trackkel a Rap Terápia LP-ről.